Leslie elő, Lorenz. Szemirámisz elefántjai. Első. Megvoltam én áldva ezzel a misz, mélyből lel, nem is vitás. Nem tudom, mit védhettem a pokol hatalmai ellen, amiért rám szabadították. Mert hogy csak ők tehették ezt velem, ahhoz kétség sem férhetett. Még az ellenségeim sem szúrtak volna így ki velem, pedig azokból aztán akad bőven hogy az elején kezdjem, Rose, megbízható és hűséges titkárnőm egy pénteki napon megállt az íróasztalom előtt a péntekre nagyon jól emlékszem, aztán mélyen a szemembe nézett. Főnök kezdte kisé homályos tekintetet vetve rám, ami viszont nem sok jót ígért. Nem vagyok kisiskolás, tisztában vagyok vele, hogy ha egy nő homályos tekintettel néz rád, abból nem sülhet ki semmi jó. Bár nem szívesen tettem, nem csak hogy felpillantottam a reggeli labból, hanem még rá is mosolyogtam. Igen, Rose. Rose, tekintete tovább homályosodott. Tudja, hol leszek én egy hét múlva ilyenkor, főnök. Az ilyesfajta kérdések úgy hozzátartoztak Rosehoz, mint az a kis kalap, amely nélkül talán ki sem mert volna menni az utcára. Kérdése különben nem rázott meg különösebben, biztos voltam benne, hogy vagy szabadnapot akar kérni, vagy egy történetet akar majd elmesélni, amelynek az a csattanója, hogy valóban szabadnapot akar kérni. Letettem az újságot, és várakozva néztem rá. Mivel nem szólalt meg, csak bámulta már említett, homályos tekintettel, kénytelen voltam magam megszólalni. Hol? Ebből is láthatta hogy csópa fül vagyok. A jó főnök, aki odafigyel a beosztottjára. Stockholmban, mondta. Ez sem rázott meg különösképpen. Annyira jó ott a hamburger. Kérdeztem. Gőzöm sincs róla vonta meg a vállát. Bár azt hiszem, hogy arra felé nem annyira kedvelik, mint itt. Ez a válasz kisé talányos volt. Olyannyira, hogy még egyszer rápillantottam. És hol van az az izé? kérdeztem. Még sosem hallottam róla. Hogy kaphatott maga diplomát a főiskolán? hökkent meg! erre viszont nem voltam hajlandó válaszolni, bár már magam is feltettem magamnak ezt a kérdést. Többször is. Az egy étterem. tudakoltam. Arra gondoltam, hogy valamelyik barátnője bulit rendez, és a többi. Ahogy az már csak lenni szokott. A legutóbbi értesülésem szerint Svédország fővárosa közölte. A válasz úgy elzúgott a fülem mellett, mint az bogár, ám rövid idő múlva vissza is tért. Egyre csak ott zűmögött a fülem mellett, ezért kénytelen voltam nagyobb figyelmet fordítani rózra. Mit is mondott, róz? Kérdeztem. Nem válaszolt. Tudta jól, hogy pontosan tudom, mit mondott, azt is, hogy én mit kérdeztem, csupán csak az időt akarom húzni. Stockholmba megyek, mondta. Mintha összeszorította volna valami a szívemet. Utálom, ha valami nem úgy működik, ahogy elterveztem, már pedig az nem szerepelt a jövő heti terveimben, hogy Rose, Stockholmba utazik. És hogy egyáltalán elutazik. Volt jó pár akta az íróasztalomon, amelyeknek úgy gondoltam a jövő héten már róz, az talán lesz a helyük. Az igazi Stockholmba. Nyögtem. Miért? Nem igazi is van. És, mit keres maga ott? Megnézem, hogy milyen Stockholm. Az emberek általában azért utaznak valahova, hogy megnézzék, mi van ott. Maga még sosem hallott erről. Nem akartam műveletlennek mutatkozni, ezért bólintottam. Rose belátta, hogy ideje tovább folytatnia a felvilágosításomat. Norő hívott meg. Kárpótlásul. Ezt aztán végképp nem értettem. Már az sem volt világos előttem, hogy mi az ördögért kell Stockholmba utaznia valakinek azért, hogy lássa Stockholmot, amikor másféle módok is léteznek, újabban egyre több amelyek kielégítik annak a kíváncsiságát, aki tudni akarja, hogy milyen Stockholm. Szóval, már ezt sem értettem igazán, sőt sehogy sem, a kárpótlás szót pedig végképp nem. Ki az a Norő? kérdeztem, tovább folytatva a nyomozást. A barátnőm felelte. Még nem beszéltem magának róla. Mintha rém lenne valami. Természetesen nem rém lett. Mégis, jobb az ilyen esetben kitérő választ adni. Nos, úgy volt, hogy norő férjehez megy. Még hozzá a jövő héten, és a férjével Európába utaznak nászútra. útra. Stockholmba. Na. Hát ez, érdekes bólogattam. Csak hogy a házasság kútba esett, mondta Róz, és egyetlen pillanat alatt elöntötte a szomorúság. Bizonyára Norát sajnálta, amiért kútba esett a nászútja. Sajnálom, mondtam. Ne sajnálja. Az a fickó egy igazi barom volt. Egy ősember, egy tahó, egy. Na szóval, a fickó már megvette a szükséges cuccokat, és szerencsére odaadta őket Norának. Repülőjegy, szálloda foglalások, minden, ami csak kell egy nászúthoz. Végig futott ugyanaz agyamon a gondolat, hogy egy nászúthoz talán még más-egyéb is kell, de bölcsen hallgattam róla. Norő ezek után meghívott, hogy tartsak vele. Az a fickó ugyan vissza akarta szerezni a cuccot, mármint a papírokat Norától, de Norő beintett neki. Felhívott, és megkérdezte, hogy vele mennék-e. És én igent mondtam. Persze csak feltételesen. Ha maga nem enged, akkor máshova megyek. De elmegyek valahova, az biztos. Például. Kérdeztem. Ha egyszer felajánlják valakinek, hogy ingyen elutazhat Európába, Stockholmba, és az illetőt nem engedi el a főnöke, nos, akkor nincs más választása, mint hogy megölje őt. Ez pedig azzal járhat, hogy elfogják és börtönbe zárják. Tehát, ha enged, akkor Stockholm még ajándékot is hozok magának vagy a börtön. Sajnos ez esetben ne számítson ajándékra, részben, mert a rabkeresetem nem tenné lehetővé, hogy vásároljak magának valamit, részben pedig akkor maga már nem lesz az élők sorában, a túlvilágra meg nem vállal szállítást a posta. Na, melyiket választja? Nem soká kellett töprengenem rajta. Igazán kíváncsi lettem rá, vajon milyen ajándékot hozhat egy Stockholmba kiránduló nászutas pótlékhölgy a főnökének, aki mellesleg magány nyomozó, ráadásul a jobbak közül való. Már szereztem helyettest is arra az időre, mondta Róz, megelőzendő a következő kérdésemet. Ez már valamivel jobban hangzott. Ez egy jó pont bólintottam. Róz, hálás tekintetet villantott rám. Dicséretemből kitalálta, hogy lélekben már hozzájárultam az utazásához. És ki az illető? Judy. Mi ő kicsoda? A barátnőm mondta. És mit tud a barátnője? Kérdeztem. Most komolyan kérdezi. Engem az érdekel, hogy valóban tudja-e helyettesíteni magát. Tud gépelni? Bajnokságot nyert. Gyorsírásból vagy gépírásból. Súlyemelésből. Női fekvenyomó. Tudja, mi az? Önkéntelenül is elpirultam. Utálom a kétértelmű dolgokat. Hiába, az a fránya családi neveltetésem. Ha nem tudja, nézzen utána. Ez egy új sportág. De azért gépelni is tud. Különben meg csak három hét az egész. Mennyi? Rémüldöztem. Meglátja, úgy elrepül majd mint a sóhaj. Így került hozzám, Miss, mélyből. És mielőtt még valaki felkapná a fejét, hogy Rose, egy bizonyos Judit ígért, akkor viszont ki az a Miss, mélyből, nos, ennek is megvan a maga története. Akkor hát következzék ez. Második. Azon a reggelen árván gunnyasztottam az íróasztalomnál, néha-néha az előszoba felé pislogtam, és arra gondoltam, hogy hát ha mégiscsak odakint ül Róz, mégsem utazott Stockholmba, ha elkiáltom a nevét, nyomban megjelenik, és elmagyarázza, hogy elmaradt a stokholmi kirándulás, mert az eszkimók megtámadták a vikingeket, vagy valami hasonló történt, ezért folytassuk a munkát, mintha mi sem történt volna. Hogy próbát tegyek, halkan el is kiáltottam magam, de csak a visszhang jött vissza hozzám. Aztán egyszer csak furcsa motozást hallottam odakintről. Valaki a kulcsát próbálgatta, majd nyikorogni kezdett a folyosóra nyíló ajtó. Igyekeztem gyorsan rendbeszedni magam. Tisztában vagyok vele, hogy az első benyomások nagyon sokat számítanak. Ha jó benyomást teszek erre a judira, talán könnyebben elviseljük egymást, amíg Róz, vissza nem tér. Nyílott az ajtó, Pontosabban szólva kitárult, mert már eddig is nyitva volt, és valaki benézett rajta. Előbb csak egy szemüveget láttam, néhány előreugró fogat, majd egy őszes hajcsomó, valami frufruféle villant a szemembe. Mr. Lengvévi. Kérdezte egy reszelős és ingerültnek tetsző hang. Azt hittem, jövendő ügyfél érkezett. Ez esetben viszont honnan a fenéből szerzett magának kulcsot az irodámhoz. Talán a gondnokság megbízásából óhajt valamit a tudtomra adni. Hiába, a remény hal meg utoljára. A hölgy mert az volt, egy igazi hölgy az asztalom elé állt, alkalmat adva rá, hogy alaposan szemrevételezzem. Olyan 55-60 év körül lehetett, vékony volt, mondhatni, csontos, s volt valami karvajszerű az arcában, bár lehet, hogyha egy karvajnak említettem volna, határozottan tiltakozott volna ellene. Azzal az indokkal, hogy a karvajoknak nincs elegáns kis bajuszkájuk az orruk alatt. Sőt, orruk sincs. Ezek után, ha valaki azt hinné, hogy egy öreg néni érkezett hozzám, talpik feketében, hát az nagyon téved. A hölgy öltözéke nem karvajt idézett, hanem egy másik madarat. A papagájt. Vörös szoknya, citromsárga blúz, kék sál, kockás övleiebb már nem ismertem nézni. És nem is illik a jövendő megbízókat látványosan mustrálgatni. Udvariasan felemelkedtem, és felé nyújtottam a kezem, miközben még azon töprengtem, hogy talán mégis az épület gondnokságról jöhetett. Úgy nézett a kezemre, mintha nem lenne biztos benne, hogy elfogadja-e, ám némi habozás után elfogadta. Éppen akartam mondani neki, hogy foglaljon helyet az asztal előtt álló széken, amikor is rám dörrent. Még hozzá szó szerint. Mély, parancsoláshoz szokott volt a hangja, és szórós, világos kék a szeme, mintha a sájához választotta volna. Nincs esernyő tartó odakint mondta a neve helyett. Kérem! Ráztam meg a fejem! Nincs esernyő tartó odakint, ismételte. Hol odakint? Értetlenkedtem. A másik szobában. Előszoba, várószoba, maga hogy hívja? Hát, mondtam. Hát. Lennie kellene, mert hova teszi a vizes ernyőjét az, aki esőben jön magához? Mi? Tényleg? Hova a fenébe teszi? Ez eddig valahogy még nem volt téma. Majd megkérdezem Rózté, ha hazajön. Utálok olyan helyen dolgozni, ahol nincs esernyő tartó, mondta. Mintha gyomorszájon vágtak volna. Hó, ógi. Tátottam el a számat. Fújtatott egyet, majd végleg kifújta magából a levegőt. Magának mindent kétszer kell mondani. Különben Miss, mélyből, vagyok. Miss, Miből, Harris. MS ma, bel. Nyögtem. Nem tetszik. Kérdezte. Sokáig nekem sem tetszett, de már megszoktam. Az iskolában sokat maceráltak miatta. Azt mondták, olyan öreg asszonyos. De földet rá. Szóval, itt vagyok. Kezdett kinyílni a szemem, bár legszívesebben mindjárt be is csuktam volna. Maga, hozzám jött, az az ön. Nem, ez nem lehet igaz tiltakoztam a lelkem mélyén. Ezt nem tehette velem Róz. Elvégre ő valamilyen Judiról beszélt, ez meg itt mélyből. Nincs itt valami tévedés. Kérdeztem meg könnyebbülve. Ekkor már biztos voltam benne, hogy felesleges volt az aggodalmam, bizonyára eltévesztette az ajtót, vagy az emeletet, vagy a háztömböt, vagy akár a várost is. Ez a nő nem hozzám jött. Istenem, add, hogy ne hozzám jöjjön. Ön, asszonyom, nem Judy. Már mondtam, hogy mélyből vagyok. Jézusom, nem kéne magának hallókészülék. Különben maga Mr. Lengvéri, nem. Ismét visszazuhantam bal sejtelmeim jeges vermébe. Én az vagyok, de ön. Judy anyja mondta. De hát nekem azt mondták, hogy Judy, Rose, barátnője, és. Mondom, hogy az anyja vagyok. És, Judy. Talán történt vele valami. Történt, bólintott. Különben, mit gondol, mi az ördögöt keresnék itt? Az történt, hogy meghúzta a derekát. Én helyettesítem. Ez egyáltalán nem szükséges, kaptam a mentőöv után. Meg leszek nélküle is nem szükséges fáradoznia, asszonyom. Csak még azt árulja el, hogy a kulcsot. Kérem, adja ide addig, amíg nem jön vissza Róz, majd nálam lesz. Szó sem lehet róla rázta meg a fejét. Nem hagyhatjuk cserben magát. Ha nem a lánya, akkor az anyja. Ismeri ezt a közmondást. Még nem volt szerencsém. Mert nem is létezik nevetett felreszelős hangon. Én találtam ki. Néha csak úgy kitalálok közmondásokat. Már csak ezért is megéri velem társalogni. Tehát, első dolgom lesz, hogy abból a pénzből, amelyet maga most előlekként kiutal nekem, vásárolok egy esernyőtartót. Emlékszem is rá, hogy hol láttam utoljára. 19 dollárért, ha jól emlékszem, már egészen csinos darabot lehet kapni. Kiutalni pénzt. Nyögtem. Néhány pillanatig azt hittem, hogy álmodom még hozzá egy rémálmot, amikor is rádöbbentem, hogy dehogy is álom ez maga a legszörnyűbb valóság. Milyen pénzre gondol? Rendes, amerikai pénzre mondta. Ahogy elnézem magát, szükség is lesz rá. Mutassa csak a cipőjét. Tessék. Tátottam el a számat. Dugja már ki a lábát az asztal mögül. Annyira magamon kívül voltam, hogy szó nélkül engedelmeskedtem. Miss, mélyből, rápillantott a cipőmre, aztán csak legyintett egyet. Gondolhattam volna. Maga aztán nem menne át semmiféle cipőt, mondta. Életemben nem hallottam még ilyet. Az, micsoda? Először nézze csak meg a saját szemével. Oda le, a cipőjére nézzen. Na, milyen! Barna mondtam. És ebben nem is hazudtam, valóban az volt. Dicséretet várhattam volna, de nem azt kaptam. Milyen? Húzta el a száját. Barna ismételtem meg immár óvatosabban. Hát ez a baj, mondta. Mi? nyögtem ismételten. Hogy maga annak látja. Miért? milyen? Koszos mondta. Tudja, miért fontos ez? Mármint hogy tiszta legyen a cipője, és nem koszos. Mielőtt válaszoltam volna, még egyszer alaposan megvizsgáltam a cipőmet. Szó, mi szó, volt némi igazság abban, amit mondott. Mióta megvettem, cirka hat hónapja, azóta nemhogy pasztát nem látott szegény, de még kefét sem. Vagy akár puha törlőrongyot. Az esernyő tartó mellé egy cipőtisztító készlet is szükségeltetik. Ez további 20 dollár, ha a legolcsóbbat veszem, mondta. Sajnálkozva vizsgálgatta tépelődő arcomat. Nem tudtam megakadályozni, hogy ne legyen egyre pirosabb a képem. Nem is tudtam hirtelenjében, hogy miért. Minden esetre úgy éreztem, mintha a nap égetné a bőrömet, ez pedig nem jelenthetett egyebet, mint hogy vörös lehetek, mint a szégyenlős tulipán. Figyeljen ide mondta aztán olyan tekintet kíséretében, mint amikor a tanító néni megpróbál elmagyarázni valami rém egyszerű dolgot a gügye tanítványának. Nagyon fontos, hogy mindig tiszta legyen a cipője. Ekkor megszólalt bennem a kis ördög. Az ellenkezés ördöge. Miért lenne ez annyira fontos? Nem azért jönnek hozzám az emberek, hogy a cipőmet nézegessék. Erre aztán felnevetett. Jobban mondva felkuncogott. Fura volt az a kuncogás, ahhoz képest, hogy korábban még varjúkárogáshoz hasonlított a nevetése. Téved, Mr. Lengvévi. Nagyon téved. Volt már valaha abban a helyzetben, hogy fel kellett fogadnia egy magánzsarut. há -e. Miután magam is az vagyok? Tehát nem. Akkor figyeljen! Előre bocsátom, hogy jó megfigyelő vagyok. És én már voltam olyan szituációban, hogy egy magánkopóhoz kényszerültem. Ismét csak az ördög szólalt meg bennem. Mi? Ért? Mis, mélyből, megvonta a vállát. Könnyű testisértés megtéptem valakinek a haját. Hogy ne legyenek titkaim maga, mint a jelenlegi főnököm előtt. Szóval, a volt férjem összeakadt egy kis kávkával, én meg eligazgattam a frizuráját. Esküszöm, jobban állt neki, mint az igazgatás előtt. De ez egy másik történet, ne kalandozzunk el. Szóval, ha egy jövendő ügyfél bejön ide, és belép ebbe a szobába, maga pedig kijön az asztala mögül, mit fog az illető először szemügyre venni? Csak úgy ösztönösen és futólag. Hát, alig ha nem engem mondtam. Vagy talán a képeket a falon. Ezt a prócskagúnynak szántam, mivel nem voltak képek a falon. Valamiért nem kedvelem őket. Jó, hogy mondja, mert még azt is be kell szereznünk. Milyen iroda az, amelynek a falán nem lóg kép? Valami tájkép kellene ide, szarvasokkal, esetleg egy leselkedő vadász, puskával, amit éppen kidug egy fatörzs mögül. Szerencsére ismerek egy olcsó galériát. Michael nem nekik dolgozik ugyan, de azért tűrhető az árujuk. De ne térjünk el a tárgytól, ha az illető bejön, akkor, ismétlem, mit gondol, mi ötlik a szemébe magából először? Na, mi? Kérdeztem rosszat sejtve. A cipője felelte. Hogy miért van ez így, azt csak a jó Isten tudja. Talán még az ősemberek korában alakult ki ez a szokás. Az ősembereknek nem volt még cipőjük vetette mellene bátortalanul. Lehet, hogy volt, csak rosszul tudjuk, hogy nem volt. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy az illető önkéntelenül is a maga cipőjére pislent. És ha azt látja, hogy úgy ragyog, mint Jimmy seggefürdés után, akkor megbízik magában, és ezzel már bejebb is vagyunk egy kanyarral. Ám ha azt látja, hogy maga olyan szútyokban jár, mint ez itt, ami jelenleg a lábán van, akkor meginog a magába vetett bizalma. Már ha volt neki egyáltalán. Keres valami kifogást, és lelép. Még szerencse, hogy van egy cipőbolt a közelben, most éppen leárazás van náluk, ha elárulja, hogy hányas a lába, veszek magának egy új cipőt, plusz hozzá cipőtisztító készletet. Ez volt a pont, ahol megmakacsoltam magam. Cipő nem kell. Tiltakoztam. Sóhajtott, és legyintett egyet. Gondolhattam volna. Akkor legalább cipőápoló készletet vegyünk. További tíz perc elmúltával be kellett látnom, hogy vesztettem. Miss mélyből 150 dollárra távozott, én pedig vereségem tudatában fejemet a tenyerembe hajtva szundikáltam egy kicsit az asztalomnál. Azt álmodtam, hogy Miss Mayből, nem is igazi Miss Mayből, hanem egy szélhámos nő, aki MS Mabelnek adja ki magát, és megkopasztott egy kicsit. Bár azért álmomban is elfogott a gyanakvás, hogy nem lehetek ilyen szerencsés. Miss Mayből, igazi Miss Mayből, és hamarosan itt lesz a bevásároltakkal. Csupán abban reménykedtem, hogy képet talán nem vett a falra. Arra riadtam, hogy valaki egyfolytában köszörülgeti a torkát a fülem mellett. Harmadik. Óvatosan nyitottam ki a szemem. Abban bíztam, hogy ha kinyitom, rossz látom majd mellettem, s minden, ami a távozása körül és utána történt, csak rossz álom volt. Gyorsan be kellett látnom, hogy tévedtem. Nem Judy és még csak nem is Miss, mélyből, állt az asztalom előtt. Már csak azért sem lehetett Miss, mélyből, mert a valaki, a torok köszörülgetős, férfi volt. Középkorú, amúgy jó megjelenésű férfi, kis bajuszkával az orra alatt, enyhén elálló füllel. Félénk mosolyült az arcán, és olyan óvatosan hajolt hátra, amikor kinyitottam a szemem, mintha egy oroszlánt ébresztgetett volna. Bocsánat mondta aztán, és nagyot nyelt mellé. Mr. lengvévi! Kezdetben nem tudtam, hova tegyem, és ez így is folytatódott tovább. Néhány pillanat alatt rájöttem, hogy alig ha találkoztunk valaha is legalábbis nem emlékeztem rá. Mr. Lengvévi. Ismételte meg, kissé hátrébb lépve, a kérdést. Elnézést kérek kezdtem önkéntelenül is mentegetőzni. Kissé, elméláztam. Sok volt a munkám az utóbbi időben. Ez azért, be kell valljam, enyhe tűnt. A nyári hónapokban valahogy elfogytak az ügyfelek, csupán egy féltékeny férj megbízását teljesítgettem, aki azzal gyanúsította élete párját, hogy megcsalja valakivel. Nem kellett nagy éhez hozzá, és össze sem kellett törnöm magam az igyekezettől, hogy megbizonyosodjak róla, a hölgyet alaptalanul gyanúsítja a férfi valakivel. Ez így semmiképpen nem volt igaz. A hölgynek ugyanis több valaki is volt az életében, és persze egy időben. Őket váltogatta elismerésre méltó szorgalommal. A megbízatás különben súlyos lelki ismereti problémát okozott nekem. A helyzet ugyanis úgy állt, hogy a megbízóm, aki már az első árajánlatomat elfogadta az ilyesmi mindig gyanús. Hát, hogy is mondjam csak, nem volt szimpatikus darab, kocka álló, tüskehajó fickó volt, az a típus, aki előbüt, és csak aztán kérdez. A megfigyelésre ítélt hölgy viszont olyas valaki, akire az a jelző illik leginkább, hogy cukorfalat. Úgy nézett ki a dolog, mintha egy mesében lettünk volna, és a farkas bízott volna meg azzal, hogy figyeljem a báránykát, és ha többet béget a kelleténél, jelentsem neki. Ő majd elveszi a kedvét attól, hogy idegen legelőn is bégessen. A férfi zavartan állt mellettem, és nem tudta, mit tegyen. Látszott a szemén, hogy alig ha nem megbánta már, hogy felkeresett. Hogy engem keresett fel. A város ugyanis tel is tele van magánzsaruval, olyanokkal is, akik munkaidőben nem szundikálnak az íróasztaluknál. Bocsánat, keménye éjszakám volt mentegetőztem tovább. A gyilkosság nem akármi, és a gyilkosok sem akárkik mondtam ezt olyan jelentőség teljesen, hogy magam is meghökkentem tőle. Maga gyilkosokat hajszolt. Kérdezte, kissé remegő kézzel megsimogatva a bajuszát. Csak is mondtam. Ez a specialitásom. Erre kerekre tágult a szeme. És ez hogy megy? Ez úgy megy magyaráztam, hogy akit a zsaruk nem tudnak elkapni, azt elkapja a lendvéi. Ez már valami mondta, és elismerően viccentett egyet. Én is valami hasonlót szeretnék. Akkor a legjobb helyen jár viccentettem én is. Különben foglaljon helyet, ember. Robbins, mondta. Kihúztam az asztalhoz tolt ügyfélszéket, és mutattam, hogy csütsenjen rá inkább bánnék, ha nem sértem meg vele. Történt ugyanis velem egy kis baleset. Ő nem mondta, én pedig nem kérdeztem meg, hogy micsoda. Nem mindenki kedveli, ha már az első alkalommal rá kérdeznek arra, hogy ki volt az, aki fenéken rúgta, vagy ami még rosszabb, ám kevésbé megalázó, hogy kést szúrtak a hátsójába. Ahogy óhajtja mondtam. Hallgatom, Emmer Robbins. Emmer Robbins előkotort a zsebéből egy zsebkendőt, és megtörölgette verejtékező homlokát. Az a helyzet, hogy szeretnék megtudni valamit. Ahogy az utcán sétáltam, megpillantottam a tábláját a kapunál. Gondoltam, teszek egy próbát. Tudja, mi szólt igazán ön mellett, emmerleni, izé. Lendvé segítettem ki hogy ebben a házban működik a lift. Sosem megyek saját lábon a második emeletnél feljebb. Nos, az a helyzet, hogy szeretném megbízni valamivel. A legjobb helyen jár ismételtem meg, amit egyszer már mondtam neki. És mi lenne ez a megbízás? Vártam, hogy ki mondja, ami ott feszenged benne. Biztos voltam benne, hogy az ő felesége is bárányka, aki bégetni jár más legelőjére. A férfi azonban komoly csalódást okozott nekem. Nem azt mondta, amit vártam. Valami egészen mást. Meg kellene tudnia, hogy mi a fenéért akar engem meggyilkolni valaki. Negyedik. Megpróbáltam összeszedni magam, hogy végre komoly beszélgetésbe merülhessünk, ám mekkor nyílott az ajtó, és besétált rajta Miss, méből. Mivel mindkét keze tele volt cuccal, csak mosolyogni volt képes, és meghajolni M.R. Robbins felé. Üdvözlöm, uram mosolygott rá. Bár csak ne tette volna. Láttam, hogy M.R. Robbins tesz egy ilyet lépést hátrafelé. Én tettem MS Mabelnek, hogy jövendő ügyféllel vagyok, és ilyenkor nem szoktam hagyni, hogy zavarjanak, ám Miss, mélyből, félreértette a dolgot, mert letette az esernyő tartót a padlóra, mellé tett egy dobozt, amelynek az oldalán egy szupernóvaként fénylő cipő volt látható, majd rábökött a kezében maradt tekercsre. Na, ehhez mit szólnak? Egyelőre nem szóltunk semmit. Jó magam úgy éreztem, hogy menten gyökérré változnak a lábaim, átfurakodnak a parkettarései között, és meg sem állnak a pincéig. M.R. Robbins viszont a derekához kapott. Miss, mélyből, elégedetten nézett a tekercsre. Foilá. Lelkesedett. Na, hogy tetszik? A keret nélküli kép lassan gördült lefelé, mint egy színházi függöny, amelynek a rendező különös jelentőséget tulajdonít. Mert egy színházi függönyt sokféleképpen lehet leengedni. Volt egyszer egy barátnőm, az egyik menő színház súgója, és mondhatni, színházi ügyekben sokat tanultam tőle az elmúlt egy-két év során. Sőt, nem színházi ügyekben is. Szóval, a kép lassan legördült, kibomlott, és immár nem a külsejét, hanem a belsejét kínálta felénk. Előbb csak színeket láttam, aztán kezeket, lábakat, majd lassan, méltóság teljesen megmutatta teljes önmagát. Bár csak ne tette volna. Miss, mélyből, gyönyörködve pislogott rá, majd elégedetten felkuncogott. Na, hogy tetszik? Ismételte. Emmer Robbinsra néztem, ő vissza rám. Ez az összenézés aztán megpecsételte a sorsunkat, és szinte örök barátsággal ajándékozott meg bennünket. A kép, amely lassan, hivalkodó méltósággal bontakozott ki a szemünk előtt. Kétség kívül nem volt mindennapinak mondható látvány, és nem volt semmi csodálkozni való azon, hogy nyomban magára vonta a figyelmet. És nem volt túl bonyolult sem, nem valamilyen szimbolista vagy micsoda alkotás volt, amelyről még hosszas szemlélődés után sem derült ki, hogy mit is lát rajta az ember. Nem, ez a kép egyáltalán nem ilyen volt. Közepén egy fából ácsolt emelvény állt, rajta egy férfi térdelt. Már ez a térdelés is furcsa volt, bár egyelőre még a két térdén állt, azért már dőlő férben volt. De nem ez volt a legszembetűnőbb benne. A legszembetűnőbb az volt, hogy a férfinak nem volt feje. Az az volt, csak éppen nem ott, ahol lennie kellett volna. Nem kellett sokáig keresni, ott volt az a képen, ha nem is az emelvényen. Egészen pontosan az emelvény mellett hevert, egy kis létra előtt, amely a földet és az emelvényt kötötte össze. Nyilvánvaló, hogy ezen fellépkedve lehetett fejjutni az emelvényre. Ennek a lábánál hevert a levágott fej, még hozzá nyitott szemmel. Olyan beletörődés sugárzott belőle, hogy beleborzongtam. És beleborzongott Emmer Robbins, is. A fejről felcsúszott a szemem az emelvényre. A fejetlen, térdelő test mellett egy férfi állt, hosszú, fekete kámzsában, véres kardot szorongatva a kezében. Gyaníthatóan azzal vágta le a térdeplő fejét, mivel vörös ragacs borította a pengéjét. Ez a vörös ragacs látszott a lépcsőn is. A jelenet önmagáért beszélt. És önmagáért beszélt az emelvényt körbevevő kábrázata is. Valamennyien üvöltöttek, még egy düllett szemű kisfiú is felháborodottan emelgette az öklét a fej nélküli test felé. Az emelvényen a kámzsás fickó szeme úgy villogott ki a kámzsa résén át, hogy elkapott tőle a harctéri idegesség. Rövid, de jelentős csend után Miss, mélyből, reménykedő hangja törte meg a csendet. Na, hogy tetszik? Fel volt adva a kérdés, nem is vitás. Miss Mabel arcán láttam, hogy feltétlenül választ vár rá. Segítségkérőn mert Robbinsra pislogtam, ami már azért is furcsa volt tőlem, mert ő jött hozzám segítséget kérni, és nem megfordítva. Emmer Robbins azonban nem bújt ki a válaszadás felelőssége alól. Ez kicsoda? kérdezte. Melyik? Hökkent meg Miss Mabel. Erre a kérdésre nyilván nem számított. A fejetlenre gondoltam. Miss Mabel elgondolkodva vakargatta meg kissé kiugró állát. Szent Rufus. Legalábbis úgy emlékszem. Az ki volt? Ezt már én kérdeztem, felbátorodva M.R. Robbins vakmerőségén. Egy szent felelte Miss Mabel bölcsen. Gondolja, hogy passzol ez ide kérdeztem bizonytalanul. Miss, mélyből, elégedetten járatta a szemét a képen. Feltétlenül felelte. Ezért is választottam ezt. Maga persze nem érti, miért, nem mi. Valóban nem értem, mondtam kissé már határozottabban. Ez nem passzol ide. Ha ez egy szent, akkor mi a csodát keresne egy magánnyomozói iroda falán? Láttam, hogy Emmer Robbins, és az orrát vakargatja. Nem a szent a lényeg, mondta ekkor Miss, méből. Akkor ki? Inkább mi nézett rám szúrós tekintettel. Hogy, hogy mi? A kép lényege, mondta. Az átvitt értelme. Na, így sem megy. Sóhajtottam. Én már biztos voltam benne, hogy ez a kép szent rufussal soha nem kerül fel a falamra. Nem és nem. Mi is az átvitt értelme? Kíváncsiskodott ember Robbins, aki, ahogy megfigyeltem, mintha kezdte volna otthon érezni magát nálam. Az, hogy a bűnös elnyeri méltó büntetését. Vágta ki Miss, Méből. Egy szent és a büntetés. Berzenkedtem. Vonatkoztasson el attól, hogy az illető szent volt, avagy sem. Ha szent is volt, szembe helyezkedett a fennálló társadalmi rendel. A szentek általában olyan fickók, akik nem férnek a bőrükbe, és fittyet hánynak az éppen érvényben lévő törvényekre. A társadalom ellenségei ők. Ezért a társadalmi hierarc hiát védeni a karok számára eskütt ellenségek. Tehát bűnösök. A bűnösöket pedig meg kell büntetni. Igaz. Az igaz, de mégis. Ez a dolog lényege vágta el a vitát Miss, méből. Ha bejön ide valaki, aki akar magától valamit, és meglátja ezt a képet a falon, egyből arra gondol, hogy jó helyen jár. Aki ilyen képet akaszt a falára, az elkötelezett a törvények tisztelete iránt. De nem csak elkötelezett, hanem mindent meg is tesz érte, hogy betartassanak. Hogy azok, akik disznóságokat követnek el, a törvény elé kerüljenek, és mint ez az izé is itt, elnyerjék méltó büntetésüket. Önkéntelenül is a levágott fejre néztem. Szájából kilógó, hosszú nyelve, mintha csak Miss mélyből, magyarázata végére bígyeztet fel kiáltó jellet volna. Aki ellenszegül a törvénynek, az elnyeri méltó büntetését. Na, kérdezte ismét Miss mélyből. Válaszolni akartam, de ember Robbins megelőzött. Szerintem egész jó mondta. Kifejező. Nem rejti véka alá, hogy mi az az üzenet, amelyet el akar juttatni az érdeklődőknek. Ha nekem lenne irodám, feltétlenül felakasztanám a falára. Meg akartam kérdezni tőle, vajon ki a fenekérte meg rá, hogy beleszóljon a jövendő döntésembe akár így, akár úgy, de aztán hagytam a fenébe az egészet. Már csak abban bíztam, hogy nem került sokba. Ha már korábban a közmondásoknál tartottunk, nem egészen értettem egyet azzal, hogy olcsó húsnak híg a lév. Néha az olcsó hús és a híg is belefér a konyha művészetbe. Mennyi volt? Kérdeztem. Kerettel együtt 50 dollár mondta Miss, Méből. A keretet kint hagytam az előszobában. Felsóhajtottam. Biztos voltam benne, hogy az ötvenből legalább negyven dolcsi a keretára. Annyit ér. A maradék a festmény. Jól van sóhajtottam. Az ötven még elmegy. Miss, mélyből, felemelte a mutatóujját. Ez az első részlet. Erre már Emmer Robinsonnak is elröppent a bátorsága. Lehajtotta a fejét, és a cipőmet nézte olyan igyekezettel, mintha egyetértene Miss, mélyből lel abban, hogy sürgősen ki kellene cserélnem. Miss, mélyből, ekkor gyors mozdulattal összetekerte a képet, és ember robbinsra szegezte a tekintetét. Végül is, mi a fenét akar maga tőlünk, jó ember. A csata eldőlt. Be kellett látnom, hogy csúfos vereséget szenvedtem. Ezt csak megerősítette az az erőszakos kopogtatás, amely mintegy öt perc múlva betöltötte a környéket. Miss, mélyből, szerelte bele a képet a keretébe. Emmer Robbins, rám nézett, és megcsóválta a fejét. Magam sem vagyok valami könnyű helyzetben, de azért nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy csak hosszas tépelődés után hajlanék arra, hogy cseréljek magával. Neveltetésem nem engedte, hogy csúnya szavakat ejtsek ki a számon. Szerencsére ez a gondolataimra nem vonatkozott. 5. M.R. Robbins immár velem szemben ült a szokott helyén. Onnan ugrasztották fel a nemrég lezajlott, furcsa események. Nos, hát akkor, M.R. Robbins, talán a tárgyra is térhetnénk, mondtam. Illetve, azt javaslom, hogy kezdjük elölről. Ön azt állította, hogy valaki meg akart gyilkolni fejezte behelyettem a mondatot. Mondana erről bővebben is valamit. M.R. Robbins azonban egyelőre még nem akarta lényegre térni. Mennyi az annyi? Kérdezte. Már ha magát választom. Mondtam neki, hogy mennyi. Kétszer többet mondtam a szokásos tarifánál. Biztos voltam benne, hogy alkudozni fog, én pedig engedek majd egy kicsit, ám úgy látszott, mébül és a kép annyira lenyűgözte, hogy gondolkodás nélkül igent mondott. Úgy sejtettem, hogy még mindig a szent levágott feje és kidugott nyelve körül forognak a gondolatai. Oké, okay, bólintott végül. Meggyőzött. Maga tényleg olyan fickónak néz ki, akivel lehet kezdeni valamit. Nem volt éppen bók, amit mondott, de hát egy magánzsarú ne legyen sértődős. Szóval? Kérdeztem. Úgy bízhatok a diszkréciójában. Ez csak természetes, mondtam. A magánkopók legértékesebb tulajdonsága a diszkréció. Oké, biccentett. Szóval az a helyzet, hogy ki akarnak nyírni. Valakit ki is nyírtak, én viszont megúztam. A zsaruk azt hiszik, hogy én nyírtam ki világos. Lassítsunk csak egy kicsit javasoltam. Tehát önt ki akarták nyírni. Ki akarta kinyírni? Erre kellene magának rájönnie. Valamint arra, hogy miért. Á, most már értem mondtam. És, hol akarták kinyírni magát? Momentán a városi parkban. Momentán. Tegnap előtt. Ott találtak rám a zsaruk. Értem. Na és tegnap? Tegnap már nem akarták kinyírni. Lehet, hogy akartak, de nem tudtak. Biztos helyen voltam. Hm és hol? A városi fogdában. Hm és mit csinált ott? Józanodtam. E szerint ittas volt. Naná, hogy az voltam. Ez még enyhe kifejezés. Hullarészeg voltam. Még az előző napi buliból nem úgy mondta, mintha megbánta volna. És hol rúgott be? Pasz. Csak az első néhány kocsmára emlékszem. Végül is, mi az ön foglalkozása, Emmer Robbins? Kérdeztem. Az az igazság, hogy ekkor néztem csak meg magamnak alaposabban is. Ez leginkább az öltözékére vonatkozott. Ha nem is a legdrágább cucc volt rajta, amit életemben láttam, Azért elegáns volt, és olyan közepesen drága. Illuzionista vagyok, mondta mély sóhaj keretében. Kissé meghökkentem. Nem mintha azon kívül, hogy egyet értett a kép feltételével a falra, bármi kifogásom is lett volna ellene, mégis csak meglepett egy kicsit a kijelentése. Még csak nem rég űzöm a szakmát, bűvésszel eddig még nem volt dolgom. Éltem bólintottam. És hol? Erre arra mondta: Régebben vegasban dolgoztam. Ami pedig a részegségemet illeti, évente egyszer szoktam berúgni, de akkor nagyon. Ez a nap tegnap előttre esett. Ekkor szoktuk ugyanis megünnepelni a szezon végét. Ez annyit jelent, hogy két hónapra bezárjuk a cirkuszt, és kiki szabadságra megy. Már nem dolgozom a szakmában, de azért az ifjúságom emlékére minden évben megünneplem ezt a napot. És többnyire egyedül. Mint tegnap előtt este is. Van valami gyanúja, hogy kitámadhatott önre? Honnan lenne? Hiszen még abban sem vagyok biztos, hogy mi történt. Csak gyanítom. Még most is olyan a fejem, mint a mékas. Pedig már két napja történt. Emlékszik egyáltalán valamire abból az estéből. M.R. Robbins megvonta a vállát. Bizonyos dolgokra emlékszem, bizonyos dolgokra nem. De amire emlékszem, az is zavaros. Volt ott egy lány. Azt hiszem. Azaz biztos vagyok benne. Még az ölembe is ült. Maga hagyta. Hát, ha jól emlékszem, elég csinos volt ahhoz, hogy hagyjam. Ismerte? Dehogy ismertem! Ez esetben már beszéltem volna vele. Felmentek a lakására. Ismét a válvonogatás. Honnan a fenéből emlékezzek rá? Na, és a többiek? Beszélt erről már valakinek azóta? Mondom, hogy egy cellában ültem. Arra sem emlékszik, hogyan került oda. Fogalmam sincs róla. A zsaruk nem voltak túl közlékenyek. Annyit mondtak, csak, hogy gyanú alatt állok, és ne hagyjam el a várost. Megadtam a lakcímemet, de még nem kerestek. Ahogy én ismerem őket, fogják nyugtattam meg. Én is attól tartok. Mintha azt is említette volna, ha jól értem, hogy magát akarták kinyírni, de végül is nem magát nyírták ki. Így valahogy. Kifejteni ezt egy kicsi bővebben is. Nos, az a helyzet, hogy berúgtam, és egy csini baba az ölemben ült, eddig világos. De hogy mi történt ezután, arról gőzöm sincs. Csak nem azzal a csajjal, illetve azzal a hölgyel történt valami. Úgy tűnik, hogy nem. Legalábbis a zsaruk nem ezt mondták, miután kihalázták. Kihalázták. Kit haláztak ki? Egy pasast. Név szerint, név szerint. Nem szeretem, ha össze-vissza valaki, főleg, ha gyilkosság is van a dologban. Gyilkosságokról nem lehet össze-vissza tárgyalni, mert ha így tesz az ember, megeshet, hogy egy börtöncellában találja magát, ott aztán össze-vissza úgy húsz évig egy folytában. Egyenesítsük csak ki a görbét javasoltam. Mit mondtak pontosan magának a zsaruk? Hogy a városi tóból haláztak ki. Állítólag egyetlen gatyában lebegtem a vízben. És ha nem húznak ki, belefulladtam volna. Ha addigra már nem folytott volna meg a kötél. Milyen kötél? Kérdeztem értetlenül. Hát, ami a nyakamon volt. És a másik nyakán is volt egy ugyanolyan. El is akartam kérni a zsaruktól emlékbe, de nem adták, mert bűnnyel. Na, menjünk csak szép sorjában javasoltam. Tehát a zsaruk szerint maga a városi tóban fürdött. Én nem nevezném ezt kifejezett fürdésnek. Egy fél halott már nem fürdik. Ha tud jobbat, szóljon. Tehát magát a tóban találták. És mi a helyzet a kötéllel? Az volt a nyakamon. Csak úgy, a nyakára kötve. M.R. Robbins felvonta a vállát. Részleteiben nem magyarázták el a zsaruk, de ahogy a szavaikból kivettem, egy kötélhurok volt a nyakamon, a kötél másik végén pedig ott volt a másik hurok is. Másik hurok. Ámuldoztam. Abban volt a kő. Csak kicsúszott belőle. Így aztán valahogy a felszínre jöttem, és levegőt is tudtam venni, de ezt öntudatlanul tettem. Azt viszont, hogy miben átvettem a levegőt, el tudja képzelni. Nem semmi mondtam. És így is gondoltam. Valóban nem semmi, ami történt vele. Ezek szerint magának kötelet kötöttek a nyakára, a másik végére pedig egy követ, hogy maga megfulladjon összegeztem az elmondottakat. Így van bólintott Emmer Robbins. De nem tudja, kicsoda. Fogalmam sincs róla. Ezért bátorkodtam azt gyanítani, hogy valószínűleg leítattak előtte. Vagy bekábító szereztek. És bedobták a vízbe. Be. Miért? M.R. Robbins széttárta a karját. Ez az, amit nem tudok. És a zsaruk sem sejtik. Maga sem sejt semmit. Hát, ha valamit sejtenem kellene, akkor az az, hogy a csaj miatt történt a dolog. Tudja, aki az ölemben ült. Lehet, hogy a pasia ott téblábolt a közelben, és ki akart nyírni miatta. Azért, mert a barátnője nevezzük így a maga ölében ült. Kételkedtem. Az a pasas vérmérsékletétől függ, mondta. Ez viszont igaz ismertem el. De térjünk vissza a másikra. Biztos benne, hogy volt még valaki abban a tóban. De volt ám. És halott volt. A zsaruk szerint annyira, hogy halottabb már nem is lehetett volna. Tudja, hogy kicsoda. Naná, hogy tudom. Kicsoda. Egy szaralak. Az. Neve is van. Van, jobban mondva volt. Ezután már alig ha lesz rá szüksége. Na és mi volt a neve? Zekobsz. Enöztöz Zekobsz. A minden tudó Zekobsz. A másnál mindent mindig jobban tudó enöztöz Zekobsz. És tudja, mi volt a röhelyes. Nami. Hogy valóban baromira jó volt a fickó. És valószínűleg mindenkinél többet is tudott. Csak hogy ezt fennen hangoztatta is. Édes Istenem, miért csináltad ezt, miért? Nem én voltam a címzett, ám azért mégis csak megkérdeztem tőle. Mit miért csinált, az úr? Hagyta, hogy megelőzzön valaki. Ezt meg hogy érti? Megcsóválta a fejét, és mérgesen felmordult. Mert én magam akartam kinyírni a fickót. Egyedül én. Hatodik. Azon túráztattam az agyam, hogy érdemese szállnom egy ilyen ügybe. Egy gyilkosság, egy gyilkossági kísérlet, ráadásul mindez a városítóban, amit az tesz nevezetessé, hogy három polgármester is belebukott, amíg elkészült. Előbb a környezetvédők akartak tavat a város közepére, ám a többi párt nem akart, aztán valahogy megfordult a kocka, és a pártok hihetetlen módon összefogtak a tó érdekében. Csak hogy ekkorra már a környezetvédők nem akarták, gyanítom, azért, mert a többiek viszont akarták. Hosszas tárgyalások után a zöldek beadták a derekukat, és már ők sem bánták, ekkor viszont jelentkezett néhány civil szervezet hogy ők meg nem akarják. Egyáltalán nem. Az ifjú házasok és kisgyerekesek civil szervezete azért nem, mert attól féltek, hogy esetleg egy-egy figyelmetlenebb szülő kisgyermeke elbóklászik a hintáktól, és beleesik a tóba, aminek tragikus következményei lehetnek. Csatlakozott ehhez az idősek két egyesülete is az egyik attól tartott, hogy a tóba békák költöznek majd, s mint köztudott, a békák brekegve kommunikálnak, ami megzavarhatja a szeniorok délutáni álmát, valamint attól is féltek, hogy ha a békákkal beindul a láncreakció, ettől kezdve nem lesz megállás. Egy szenior biológus, egyetemi tanár szerint, ha megjelenik valahol egy állatfaj, akkor rövid idő alatt megjelenik az az állatfaj is, amelyiknek az előbbi a tápláléka, másképpen szólva a zsákmányállata. Ez esetben tehát, ha beköltöznek a tóba a békák, beköltöznek a siklók is, amelyeknek a békák a zsákmány állatai. A kígyók után a madarak következnek, amelyek békákra és siklókra egyaránt vadásznak, a madarak tojásokat tojnak, ezek pedig az apró ragadozó emlősök táplálékai. Például a rókáké. De a ragadozó madarak sem vetik meg a más madarak tojásait, továbbá a medvék sem. És így tovább. Isten a megmondhatója, hogy végül is hogyan lett mégis tó a város közepén. Nem akarom senkivel összemérni magam, de előttem azért nem volt titok a dolog. Szakmám fő követelménye a jól értesültség. Nos, én úgy értesültem, hogy a Gordiusi csomót Frankó Terrazini üzletember vágta el, akinek megtetszett a tóterve. Elsősorban azért, mert feltételezése szerint a tó körül majd sok lesz a sétáló, unatkozó fiatal, akik között aradhatnak a dílerek, másrészt viszont ő maga is a víztükrön nyugtatgathatja pénzszámolásban megfáradt szemét. Emberei sorra felkeresték a pártokat és civil szervezeteket, melyek vezetői igen rövid idő alatt mégiscsak megszavazták a tó létesítésének a tervét. Igaz, e vezetők közül a következő napokban többen is meglátogatták a helyi kórház traumatológiáját, mivel az elmúlt szeles napon többek képére is rávágta a szél az ajtót. Hát így történt valahogy. Nekem pedig semmi kedvem nem volt beszállni egy terrazini által nagyra tartottóba. Még elméletileg sem. Nagyon úgy nézett ki a dolog, hogy Terrazininek kapcsolata van egy kötélkészítő üzemmel, valaki pedig az emberei közül megtanult szép, esztétikus húrkot ködni. De vajon miért? Már-már úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a megbízást, amikor is hirtelen az eszembe ötlött valami. Mégpedig az, hogy vajon ki a fenne lehet ez a bizonyos Emmert Zekops, akit Emmer Robbins, röviden csak szaralaknak nevezett. Bár nem akartam, Azért mégiscsak kicsúszott a számon a kérdés, amelyre nagyjából most is ugyanazt a választ kaptam, mint egy kicsit korábban. És ezen túl. Kérdeztem. Mi ezentúl? túl? Értetlenkedett. Például, hogy ki volt az illető. Ha részletesebben is. Úgy nézett rám, mintha azt mondtam volna, hogy életemben nem láttam még WC papírt. És nem is használtam ilyet. Maga nem tudja, ki enöztöz Zekops. Gőzöm sincs róla, mondtam. Soha még csak nem is hallott róla. M.R. Robbins, a mennyezetre ragasztotta a szemét. Istenem, minek él az ilyen ember? Gónyolódtam. Alapos okom lett volna a sértődésre, de valami azt súgta a lelkem mélyén, hogy hallgassam meg, mit válaszol a kérdésemre, megsértődni majd lesz időm később. M.R. Robbins tovább mondta volna a magáét, de ekkor felbukkant az ajtóban Miss Mabel. Jézusom, maga M.R. a copsról beszél. Nyögte? Róla mondta kisé idegesen M.R. Robbins. Én úgy látom. Aki mérges kígyókat táncoltatott, és a zsebéből húzkodta ki őket. M.R. Robbins összeráncolta a homlokát. Maga látta. Csak a tévében. Csodálatos volt, nekem elhiheti. Egyszerűen, hihetetlen. Az az ember legyőzte a félelmét. Szart se győzött le mordult fel Emmer Robbins. Azt a mutatványt már én is bemutattam egyszer-kétszer, még hozzá sikerrel. És hol tanulta? Indiában felelte Emmer Robbins. Járt már ott. Még nem pirult el Miss, miből de az a szívem álma. Amint hallottam, India tele van csodákkal. Az biztos biccentettem, Mer Robbins. Egy csodának én is részese voltam. És az mi volt? Öntötte el Miss, mélyből, arcát a sárga irigység. Az, hogy túléltem, mondta Emmer Robbins. Hetedik. Ami ezután következett, már nem tartott soká. Tehát. Kérdeztem. Kicsoda is önvalójában, valójában, Emmer Robbins. Láttam, hogy Miss, mélyből, összerándul, és két tenyerébe temeti az arcát. Biztos voltam benne, hogy szégyelli, amiért időleges főnökének halvány dunsztja sincs róla, hogy ki a fene az a Emmer Jacobs, és mellesleg Emmer Robbins, és ismeretlen számára. Emmer Robbins, sóhajtott, és lefitymálón nézett rám. Maga tetszik nekem, Mr. lengvéhír, mert olyan kifejezően tud csodálkozni. Ám azért, ha legközelebb találkozik a kultúrával, mutatkozzon be neki. Feltételezem, hogy eddig még nem volt sok dolguk egymással. Ez akár sértés is lehetett volna, de én nem vettem annak. Tehát. M.R. Robbins megcsóválta a fejét, majd tett egy lépést előre. Emerim Robbins, vagyok, bár egyszer már bemutatkoztam önnek. Bűvész és művész egy szemében. Illuzionista és tudós. Tudós és illuzionista. Ez mind maga. Kérdeztem. Még mindig haboztam. Nem nézett ki valami biztatón a dolog. Két pasas kötéllel a nyakában a városítóban, az egyik halott volt, amikor megtalálták, a másik viszont élve megúszta a pancsikálást. Természetes, hogy a rendőrség élénken érdeklődik iránta, mivel mindig gyanús az, aki egy merény vagy gyilkossági kísérlet után élve marad, miközben a többiek kinyifannak. Tulajdonképpen el is vállalhatnám az ügyet, csak éppen nem biztos, hogy jól tenném. Emmer Robbins folytattam tovább az ismerkedést. Ön tehát hogy is mondjam csak, nem kedvelte emmeri a igaz? Hogy nem kedveltem, az enyhe kifejezés. Gyűlöltem a fickót. Konkrétan miért? Emmer Robbins, felvonta a vállát. Hogy miért? Mert olyasmiket is meg tudod csinálni, amiket én nem. Ez már elég ahhoz, hogy utáljam, nem. Mennyire utálta? amennyire egy veszélyes konkurens csak lehet. Képes lett volna akár meg is ölni. Na ná, hogy képes lettem volna. Na és, hogyan? M.R. Robbins, elhúzta a száját. Bedobtam volna egy tóba, miután elkábítottam, és követ kötöttem volna a nyakára. Továbbá azt tettem volna, hogy a magaméra is kötök egyet, hogy ez legyen az alibim. Azt a látszatot keltve ezzel, hogy engem is ki akart nyírni valaki. De azért nem tette meg. M.R. Robbins, az egyáltalán nem nevetni való helyzetben is elnevettem magát. Sajnos lekéstem róla, hogy a fene vigye el. Ekkor már biztos voltam benne, hogy visszaadom, azaz el sem vállalom a megbízatását. Még ha Terrazini nem is lenne a buliban, akkor sem vállalnám. Hogy miért? Nem volt időm részletesen kifejteni az okokat, mert mielőtt kinyithattam volna a számat, Emmer Robbins, közbevágott. Akkor most vállalja, vagy sem. Ha maga nem vállalja el, keresnem kell valakit, aki kideríti az igazságot. Magam is kíváncsi lennék rá, hogy ki volt az a rohadék, aki ki akart nyírni. Nos, ember. Nyitottam hát a számat másodszorra is, de ismét közbevágott valaki. Ezúttal Miss, Mabel, Harris. Persze, hogy vállaljuk, mondta határozottan, bedugva a fejét a másik szobából az ajtónyíláson. Ki vállalná, ha mi nem? A kocka el volt vetve. Nyolcadik. Tófil Merinőr, Nyomozó ezúttal is olyan szomorú képpel nézett rám, mintha éppen egy közeli ismerőse temetéséről jövet ugrott volna be abba a sörözőbe, ahol vártam rá. Az ajtón belépve azonnal kiszúrt, szomorúan bólintott, majd felém igyekezett. Közben persze nem feledkezett meg róla, hogy a csapos felé nyújtsa két ujját. Godfrey, a csapos tudta a kötelességét. Emmer Godfrey különben Merinő, lekötelezetje volt, lévén, hogy a zsaru már legalább tízszer semmisítette meg a csapos által végrehajtott bűncselekmények büntető céduláit. Godfrey csapos ugyanis megrögzött és krónikus gyorshajtó volt, ha mindegyik után be kellett volna fizetnie az ilyenkor szokásos büntetést, az összeg nagyjából Bill Gates évi jövedelmének alsó határát súrolta volna ha pedig le akarta volna ülni helyette a megfelelő összeget, több időt töltött volna sitten, mint Monte Cristo ifvárában. A megszokott eljárás sorrendje a következő volt, Merinőr, feltartotta két ujját, Godfrey kihozta az asztalunkhoz a két dupla viskájt éggel, aztán illedelmesen távozott. Udvariasan félrefordítottam a fejem, amikor Emmer Godfrey, hogy ne lássam, az asztal alatt a zsaru kezébe csúsztatott valamit. Egy újabb büntető cédulát. Mr. Merinőr ekkor azt tette, amivel mindig sikerült kivívni a rossz szallásomat. Ám hiába is tettem bármit már mint pofákat vágtam, és még jelentőség teljesen sóhajtoztam is mellé néhányat, Merinőr bedugta a mutató ujját a viskájébe, és miután kihúzta belőle, lenyalta róla az italt jó mondta. Nem hamisított. Mondta ezt jó 80 évvel a vizsgály hamisítások kora után. Hiába, egyeseknél lassan múlik az idő. Hogy engem mi fűz hozzá, az maradjon az én titkom. Elég annyi, hogy gyakran teszünk szívességeket egymásnak, sőt, mit tagadjam, majdnem baráti érzelmekkel is viseltetünk egymás iránt. Hogy miért? Ez is azon természeti jelenségek közé sorolható, amelyekre napjainkig nem talált magyarázatot az emberiség. Na, szóval, mi is a helyzet? Kérdezte Merinőr, nyomozó, miután elégedett Pír öntötte el a képét. Csak nem ember Robbinsról van szó. Honnan tudja? Kérdeztem. Megfigyelés alatt mondta. Tudjuk, hogy magánál járt. Még hozzá megbízható helyről. Hozzám fordult segítségért, mondtam. Elvállalta. Mi mást tehettem volna? Rossz híremet keltené, ha válogatnék. Arra nem gondol, hogy az is rossz hírét keltheti, ha mindent elvállal. Bár, ki tudja. Magának már nem keltheti rossz hírét semmi. Ez volt a bevezető. A viszki és egy kis nyelvcsiszolás. Ezután jött a dolog komolyabb része. Én küldtem magához, mondta. Tőlem kérdezte, hogy ismerek-e valakit, aki megpróbálná bebizonyítani az ártatlanságát, és én magát ajánlottam. Ezt persze nem merte bevallani magának, mi. Szóval, összejött a dolog. Összebólintottam. Valaki nyilvánvalóan a bűvészekre utazik megölte Jacobsot, és meg akarta ölni robbins Robbinst is. Csak hogy hanyag volt az illető, nem kötötte rá rendesen a követ M.R. Robbins, madzagjára. Vagy maga Robbins, szórakozik velünk. Erre már magam is gondoltam sóhajtottam. A kérdés az, hogy miért. Kinyírta a konkurenciát. Ennyi. A halott bűvészek tudomásom szerint nem szoktak konkurenciát jelenteni az élőknek. Ismét csak kezdtem megbánni, amit is. Először is azt, hogy felfogadtam Róz, azaz Judy pótlására MS-mabelt, azután azt, hogy hagytam MS-mabelt a fejemre nőni lást, például a borzalmas képet a falamon, hagytam, hogy rábeszéljen, hogy fogadjam el annak a lehetetlen fickónak a lehetetlen ajánlatát, és egyáltalán, Hagytam magam belerángatni ebbe a hülye ügybe. Némi azért kárpótolt, és csillapította Miss, mélyből iránti haragomat az az összeg, amit siker esetén a megbízó fizet. De lesz-e vajon valaha is esélye ennek az Istenverterejtének a megoldására? Nos, John, a kérdés nekem szólt. Most mihez fog kezdeni? Hát, mondtam, bölcs képet vágva, először is, Kell egy szakértő, aki elmagyaráz bizonyos technikai dolgokat. Trükköket, például. Úgy mozgok ezen a talajon, mint a mocsárban. De az legalább kilát belőle. 9. Charlotte Meloni természetesen azonnal fogadott. Bár tisztában voltam vele, hogy nehezebb a színe elé kerülni, mint átjutni annak a bizonyos tevének vagy hajókötélnek a tövű fokán, Szoros ismerettségünk feljogosított rá, hogy bármikor megjelenjek előtte, ha éppen a közelemben tartózkodik. Előjáróban el kell mondanom, hogy Mr. Meloni, kortalan hölgy volt, akiről lehetetlen lett volna megmondani, hogy mennyi idős lehet. Úgy 30 és 65 között járhatott valahol. Vékony, pergamenszerű volt a bőre, mintha nem is a sajátja lenne, Éles, gyémánt fejes fúró volt a tekintete, aki belenézett, soha nem felejtette el. Amikor én néztem bele először, magam is úgy éreztem, hogy jéggé dermedek tőle. Charlotte Meloni, mindezek mellett kicsi termetű volt, csupán egy paraszt választotta el a törpétől. Apró testéből mégis olyan erős energia sugárzott, hogy télidőben akár kájhának is lehetett volna használni hangja sejtelmesen suttogó, maga a hanghullámokká változott misztikum. Szóval, M.S. Charlotte Melóni, fura jelenség volt, az már szent igaz. Már ahogy összeakadtunk, sem volt szokványos. Mr. Meloni, akkor két évvel ezelőtt egy repkényekkel befuttatott házban lakott, közvetlenül a helyi színház mögött. Jó szerével senki sem emlékezett már rá, hogy miképpen került oda, arról pedig, hogy mivel foglalkozik, úgy szintén gőze sem volt senkinek. Egészen addig, amíg a szomszédja fel nem jelentette boszorkányság vágyával. Igaz, hogy a szomszéd, bizonyos kretén Billy ismerősei csak így hívták nem volt minden szempontból beszámítható, azért mégis csak foglalkozni kellett az ügyjel. A történet dióhéjban a következő, Kretén Billy egy végigivott délutánt követően lefeküdt pihenni, mivel nem érezte valami jól magát. Később azt állította, hogy amikor a cirka hetedik viskájét gurította le a közeli bárban, megjelent előtte egy cirmos macska, ránézett egészen emberi szeme volt, sőt még feléje is intett a mancsával. Aztán azt mondta neki emberi hangon bár volt valami nyávogásszerű akcentusa is, hogy hagyd abba, Billy, mert meghalsz. Ezután megbillentette a bajuszát, és eltűnt. Billy, megszédült a macska hangjától és a látványától. Aztán maga számára is meglepő módon nem kért több italt, jó szerével még a cimboráitól sem köszönt el, kinyitotta az ivó ajtaját, és kisétált rajta cimborái nem kérdezték, hova megy, meg voltak győződve róla, hogy dolga van odakint. Kis dolga. Aztán majd visszatér. De Billy nem tért vissza. Elhelyett hazafelé indult, közben hátra-hátra nézett, hogy nem követi-e a macska. Nem követte senki. Billy, ezután, felesége őszinte rémületére, nem káromkodott, nem randalírozott, hanem szépen befeküdt az ágyába, és behunta a szemét. Felesége, még mindig gyanakodva, inkább a másik szobát választotta éjszakai menedékül. Megérezte, hogy történt valami bível, és tapasztalatból tudta, hogy ilyenkor nem jó a közelében maradni. Főleg karnyújtásnyi távolságban nem. Éjjel aztán szörnyű kiáltozásra ébredt. Felkapta a köpenyét, és átrohant a másik szobába Billyhez. Amit látott, rémülettel töltötte el. Billy az ágyán ugrált, mintha megbolondult volna, vagy mintha hangya ment volna a gatyájába. A feleség hangyát nem látott ugyan, azt meg, amit látott, egyáltalán nem volt érdemes vizsgálgatnia. Minden esetre odarohant hozzá, és rángatni kezdte a kezénél fogva. Billy, Billy, Kiáltozta. Mi az ördög történt veled? Billy, ébredj! Billy erre visszaroskadt az ágyára, és lihegett, mint a megkergetett kutya. Itt volt a rohadék, mondta. Ki volt itt? Rémüldözött a felesége. Billy kibökött az ablakon a mutatójával. Hát, ő. Mr. Meloni. Kérdezte a feleség értetlenül. Csak is nyögte Billy. Mivel a feleség gyakorlatias asszony volt, azonnal belátta, hogy a szomszéd asszony, akivel legutoljára a helyi boltban szólalkozott össze valami apróságon, képtelen lett volna bemászni a magas földszint ablakán, ezért hitetlen kedve rázogatta a fejét. Ez lehetetlen, Billy. Biztos csak álmodtad. Billy, ekkor ingerült magyarázkodásba fogott. Azt állította, mégpedig igencsak őszintének látszó igyekezettel, hogy Mr. Meloni volt idebent, csak éppen nem emberi formában. Egy macska képében érkezett. Egy cirmos macskájéban, amelynek pofája Mr. Meloni vonásait idézte. De ha még csak ennyi történt volna. Ám történt ennél több is. A macska ugyanis fenyegető morgás kíséretében felugrott az ágyra, onnan Billy, melkasára. Billy ebben a pillanatban úgy érezte, mintha egy pótkocsis kamion ütötte volna el. Olyan nyomást érzett a melkasán, hogy azt hitte, nyomban vége. Még kiáltozni sem tudott. A macska csak nyomta, nyomta, majd odahajtotta a fejét Billy, arcához, hogy megcsókolja. Billy, ekkor rémült meg igazán. Az ordítástól valahogy legördült a kamion a bordáiról, és ismét visszanyerte emberi méltóságát. A macska erre leugrott az ágyról, fenyegető képpel visszanézett rá, majd kiugrott az ablakon. Azt sugározta a tekintete, hogy lesz ez még így se. Vissza fog térni a közeljövőben, és akkor kretén Billy, majd megnézheti magát. A történet legmulatságosabb része azonban csak ekkor következett. Billy biztatására a felesége fejjelentette Mr. Meloni T. a serifnél. Vádnak magánlagsértést és életveszéllyel való fenyegetést jelölt meg. Még azt is hozzátette, hogy Mr. Meloni mindezt egy macska alakjában tette. Így állt a helyzet, amikor Mr. Meloni megbízott, hogy még mint ügyvéd, lássa el a védelmét. A történetből aztán hosszú és elágazó tengeri kígyó lett, amely az egész kisvárost felbolygatta. A lakosok közül többen is látni vélték a macskává változott Mr. Meloni T., amint nyitott ablakok alatt leselkedett, arra várva, hogy beugorhasson egy-egy hálószobába. Hogy mi lett volna az ügy vége, ki tudja, én azonban kezembe vettem a gyeplőt, és minden szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy megszégyenítettem a hiszékeny polgárokat, minek következtében így is a béka feneke alatt tanyázó népszerűségem még tovább süllyedt. Egészen a bányász béka feneke alá. Mindazonáltal ez megalapozta a barátságunkat, ha ezt a szót egyáltalán használni lehet Mr. Meloni ennél el kapcsolatban. Hozzá kell még tennem, hogy Mr. Meloni ezek után sem költözött el a városból, ahogy mások bizonyára megtették volna, hanem bűvésziskolát nyitott gyerekeknek. És ekkor csoda történt, a kezdeti ellenségességet feledve az emberek tisztelni kezdték Mr. Meloni T. Mr. Meloni, és bizonyára tanult a kretén történt esetből, mert immár barátságosan viselkedett a helyi lakosokkal. Ezután már senki nem látta, hogy macska képében leselkedett volna az ablakok alatt. A bűvészet dolog pedig nagyon bejött neki. Özönlöttek hozzá a gyerekek, akár a szüleik ellenkezése ellenére is. Természetesen csak kisebb trükkökre tanította az ifjakat, eltüntetni valamit, ami az imént még a tenyeredben volt, megenni néhány pingponglabdát, labdát, majd az egyik gyerek nadrágjából elővarázsolni, ilyenekről volt csupán szó és szépen beszélni is megtanította őket. A hangulat felengedett, Mr. Meloni, a közösség megbecsült polgárává vált. Senki nem tudta pontosan, honnan került ide, de bizonyos idő elmúltával már nem is firtatta senki. Mindenkinek jogában áll hallgatni a múltjáról, aki nem akar beszélni róla. Isten áldja Amerikát. Én azonban tudtam róla egyetes mást. Az történt ugyanis, hogy amikor még harcban állt a közösséggel, hogy megvédhessem, kissé utána néztem a múltjának. Nem volt egyszerű, de megérte. Sok-sok órát töltöttem ugyan könyvtárakban régi iratokat böngészgetve, munkám végül meghozta a gyümölcsét. Kiderült, hogy Mr. Meloni tékorábban korábban máshogy hívták mindegy, hogy minek. És kiváló bűvész volt, komolyabb színpadokon is fellépett, komolyabb városokban, mint a miénk. Aztán egyszer csak valami véget vetett Mr. Meloni karrierének. Az egyik előadáson végzetes esemény történt, egy, a közönség soraiból a színpadra felhívott vendég meghalt. Szerencsére nem erőszakos halállal, nem vágták le a fejét egy gubilotinen végrehajtott mutatvány során, nem is találta el rossz helyen kés haigálás közben Mr. Meloni. A férfi egyszer csak a szívéhez kapott, érdekes módon éppen akkor, amikor egy szív királyt húzott elő Mr. Meloni utasítására egy pakliból. S bár a vizsgálatok során kiderült Mr. Meloni ártatlansága, ez a szerencsétlen eset úgy becsapta további karrierje ajtaját, mint a viharos szél az istállóit. Mr. Meloni arca meg sem rándult, amikor kinyitotta előttem az ajtót. Jöjjön be, Mr. Langvéi, invitált károgó hangon. Mi szél hozta hozzám? Különben tudja, mit. El sem mondja, úgy is tudom. Honnan tudja? Döbbentem meg. Én mindent tudok mosolygott rám úgy, hogy közben az arizma sem rezdült. Ennek ellenére tisztában voltam vele, hogy mosolyog. Mondhatnám úgy is, hogy már vártam magát. Helyet foglaltunk egymással szemben két kényelmes karosségben. Ekkor döbbentem csak rá, hogy mihez hasonlít a szeme. Egy macska szeméhez. Emmer Robbinsról akar kérdezni, ugye? Kérdezte csúfondáros hangon teli találat ismertem be. Ostoba fickó mondta, és legyintett is egyet mellé. Soha nem lesz belőle semmi. Ezt hogy érti? Kérdeztem. Ikarus mondta. Tudja, ki volt az? Tudtam. Bár nem vagyok az ókori mitológiák tudósa, azért még a középiskolából megmaradt bennem valami. Ő volt az a fickó, aki fel akart repülni az istenek közé, ezért szárnyakat készített magának. Csak hogy, ahogy egyre közelebb ért a naphoz, a viasz, amivel a szárnyait ragasztotta össze kisebb alkatrészekből, olvadni kezdett, a szárny darabjaira hullott szét, Ikarusz pedig lezuhant, és a nyakát törte. Azóta is, ha valaki magasba tör, és végül visszazuhan a rideg valóság talajára, nos, arról azt mondják, hogy a modern idő kikarusza. Égbe akar szállni, de nincs elég tehetsége hozzá. Az ilyenek a nyakukat szokták törni. Amint hallom, ő is közel járt ehhez. Meg akarták ölni bólintottam. Tudja, hogyan? Tudom bólintott ő is. Azt is tudja talán, hogy ki a tettes. A konkurencia mondta. Ki más? Kér egy teát. Kértem. Átment a konyhába, és szinte azonnal jött is vissza. Ahogy elfogadtam a felém nyújtott csészét, két dolog is meglepett. Az egyik, hogy úgy hozta a tűzforró csészéket, tálca nélkül, hogy meg sem rezzentek a kezében. Bezzeg az enyémben igen. Úgy tettem le az előttünk álló asztalkára, hogy majd nem ki is lögtyent. A másik, ami meglepett, hogy vajon hogyan sikerült neki öt másodperc alatt tűzforróra melegítenie a teavizet. Nos mondta, miközben belekóstolt a teába, arra kíváncsi, hogy kitámadta meg és ölte meg emmeri a copsot. Ez az, amit nem tudok magának megmondani. Pontosabban szólva, nem tudom megnevezni az illetőt. De, hogy valaki a kollégái közül, az biztosnak látszik. Azt beszélik, hogy több bűvész is meg akarja fejteni a nagy titkot. A babiloni titkot. És ezért még ölni is képes. Az meg mi az ördög? Kerekedett ki a szemem. Feltételezem, hogy még sosem hallott róla. De miért is hallott volna? Nos, mesélek magának valamit. A história arról szól, hogy valamikor régen, még Krisztus előtt, a történelem kora reggelén egy egyiptomi férfi ellátogatott Babilonba. Hogy mi dolga volt ott? Nos, ez a férfi, nevezzük Pepének ennyi maradt a nevéből azon a papiruszon, amit végül is megtaláltak, kíváncsi férfiú volt, és szerette volna megfigyelni mindazokat a csodákat, amelyekről úgy hír lett, hogy a babiloniaiak gyakorolják őket. Bár Egyiptom sem szűkölködött bennük, a babiloni csodák erősen túltettek rajtuk. Pepe ezeket ment el megnézni. És meg is nézte őket. Sajnos a leírásuk nem maradt ránk. Egyetlen egyet kivéve. Várakozva nézett rám. Arra várt, hogy megkérdezzem, mi az. És én meg is kérdeztem. Lehet tudni, hogy mi volt az. Mr. Meloni, bólintott. Lehet mondta. És. A lebegő elefántok csodája mondta. Az meg mi az ördög? Hökkentem meg ismét. Elefántok lebegtek a levegőben. Még hozzá három is egyszerre. Pepe ettől annyira megijedt, hogy egyszerűen rosszul lett tőle. Azt hitte, közel vannak hozzá az istenek, és majd felelősségre vonják ezért meg azért. Részletesebben is leírja, hogyan történt a dolog. Sajnos nem. Annyit ír csupán, hogy bevitték egy templomba, ahol megkenték valamivel. Hogy-hogy megkenték? Szent olajat öntöttek a fejére. És. Aztán megjelentek az elefántok. Úgy érti, a levegőben. A földön. Három elefánt jött egymás után, hajcsárok vezették őket, az egyik kormányos még meg is simogatta az ormányával. Aztán egyszerre csak az elefántok a levegőbe emelkedtek, és ott lebegtek, először alig néhány centi magasságban, aztán még fejjebb, és még fejjebb, majd már a templom csúcsai fölött jártak. És nem látszottak sehol kötelek, amivel felhúzták volna őket. A papok megmutatták Pepének, hogy nincs semmi, ami az elefántokat összekösse a földdel. Vajon Pepe mire gondolhatott? Valószínűleg semmire. Földbe gyökerezett a lába az ámulattól. Ekkor az egyik pap odalépett hozzá egy karddal. Ettől aztán Pepe összecsinálta magát, hogy szépen fejezzem ki magam. Azt hitte szegény, hogy a pap meg akarja ölni. De nem. A papa markába nyomta a kardot, és mutatta, hogy próbálja megkeresni a zsinórt, ha arra gondol, hogy azok tartják az elefántokat, és ha talál ilyet, akkor először vágja el, aztán ha már az elefántok a földre zuhantak, akkor nyugodtan levághatja az ő fejét is. Már mint a papét. Természetesen. De Pepe nem talált ilyet, gondolom. Pepe valóban nem talált ilyet. Csupán megkérdezte, hogy miképpen lehetséges ez. És tudja, mit válaszolt a pap hogy mindennek megvan a maga oka a világban. Nagy bölcsesség, mit mondjak? De igaz. Na és mi lett aztán Pepével? Nem kísérelt meg magyarázatot keresni a jelenségre. Dehogy nem. Hiszen ezért ment Babilonba. Na és? Kérdeztem izgatottan. Megtalálta. Meg. Legalábbis nagy valószínűséggel igen. És mi volt az? mit tagadjam, kissé elfulladt a hangom. Rövidesen tisztában leszek a nagy mutatvány mikéntjével. A végén még magam is átképzem magam bűvéssé. Erről természetesen nem ír egyetlen kumma szót sem. Majd bolond lett volna. Nagy a valószínűsége, hogy hazament Egyiptomba, és bemutatta a fáraónak a varázslatot. Ha megtanulta egyáltalán. Úgy gondolom, hogy nem hagyhatott ki egy ilyen lehetőséget. És ha az egész csak meg. Biztosan nem az. De mondok én magának még valamit, Mr. Langwee. Az imént azt kérdezte tőlem, hogy Pepe hagyott-e maga után bizonyítékot arra nézve, hogy valóban látta azt a csodát, amiről beszéltem. Nos, nemrég hallottam, hogy egy görög kolostorban rábukkantak egy egyiptomi kézirat másolatára kései másolatnak tűnik. Az a címe, hogy Szemirámisz könyve. Bizalmas értesülésem szerint ez a könyv őrzi a lebegő elefántok titkát. Nem akarok hinni a fülemnek. Miért nem említette ezt az imént? Mert a lelkem mélyén magam sem vagyok biztos benne, hogy nem valami átverésről van e szó. Mostanában egyre gyakrabban tűnnek fel elveszettnek hit kéziratok a múzeumok könyvtáraiban, és 90%-ukról kiderül, hogy hamisítvány. Mindig akadnak hülyék, akiket a dörzsöltek lehúzhatnak. Maga látta ezt az izét, könyvet. Kérdeztem reménykedve. Sajnos nem sóhajtotta, de szívesen megnézném. Hol található egyáltalán? Hát ez az mondta, hogy hol. Amikor megtalálták Görögországban, bevitték az egyik múzeumba, és ott tárolták, eközben több tudós is megvizsgálta. Állítólag. Állítólag. Nem jelent meg róla publikáció. Még megjelenhet. Határozottan megrázta a fejét. Nem tartom valószínűnek. Miért nem? Értetlenkedtem. A tudósok imádnak publikálni néha összeírnak tücsköt bogarat, csak hogy nyomtatásban lássák a nevüket. Azért, Mr. lengvér, mert a könyvet később ellopták. Valaki betört oda, ahol őrizték, és magával vitte. Biztos ez. Nyögtem. Megbízható forrásból tudom. Ennyi. Nem csak ennyi sóhajtotta. Nem csak úgy egyszerűen ellopták, hanem még azt az illetőt is megölték, aki éppen olvasgatta. Állítólag. Semiramis könyve, ha létezik egyáltalán, könnyű RTL gyilkos. Maga segített nekem, és én hálás vagyok ezért önnek. Figyelmeztetem, hogy ha szándékában áll megfejteni a levegőben levegő elefántok titkát, hát nagyon vigyázzon magára. Nem lennék ugyanis meglepve, ha azt a könyvet megátkozták volna. Ugyan kik? Kérdeztem. Az egyiptomi papok. És az átok még ma is él. Úgy gondolja, hogy Emmer Zekops, halála és a Emmer Robbins, elleni merénylet is Szemirámisz könyvének a lelkén szárad. Ha egy könyvnek van lelke egyáltalán. Már hogy ne lenne mondta. Minden könyvnek van lelke. Csak nem egyforma. Összegezve a dolgokat, Mr. lengvéri, azt tanácsolom önnek, hogy hagyja a fenébe az egészet. Ha érdekli a bűvészet, tudok ajánlani magának néhány jó mutatványt, amit ha megtanul, maga lesz a császár az ismerősei körében. Például ajánlani tudom a guillotine trükköt. Valaki rá fekszik a guillotine megfelelő helyére, maga pedig kivégzi a meghívottak, jelen esetben a maga barátai, csak azt látják, hogy a nyakazógépen fekvőnek levágja a masina a fejét, amely belehull egy vödörbe. Némi gyakorlással elsajátítható. De azért adok magának egy jó tanácsot. És pedig. Kérdeztem. Először csirkéken gyakoroljon. Tizedik. Kellemes este volt. Legalábbis azoknak kellemes, akik utálják a jó időt, vagy valami gonosz dologra készülnek. Hideg, kötszerű eső szitált az égből, mintha az égi kertész, aki a világ mindenség gondozásával van megbízva, kis kannácskájával a csillagokat locsolta volna. Hadd növekedjenek azok a kis szupernóvák addig, amíg. bám! A többi már a csillagászok dolga. Lehajtottam a fejem, és úgy sétáltam az egyre kihaltabbnak tűnő környéken, hogy lehetőleg minél kevesebb nedvesség férkőzhessen a gallérom mögé. Ennek aztán az lett a következménye, hogy csak tompán szűrődtek be hozzám az utca zajai. Lépkedtem előre rendületlenül, a tócsákat kerülgetve, miközben megpróbáltam rendet teremteni abban a káoszban, ami körülvett. És most nem is annyira a lebegő elefántokra és szemirámis könyvére gondolok. Sokkal inkább a Zekops gyilkosságra. Arra, hogy hát ha ez az egész, ami körülöttem kavarog, csupán a díszes csomagolása valaminek. Idáig jutottam, amikor a nagy, fekete kocsi megállt mellettem. Még rá is pillantottam, és éppen át akartam lépni egy jókor a tócsán, amikor elkaptak még hozzá hátulról. Éreztem, hogy valaki átkarol, és leszorítja a fejem. Ekkor döbbentem csak rá, hogy ami történik velem, az egyáltalán nem tréfa. Alig arról lehet szó, hogy valaki előre hozott születésnapot játszik velem. Befogja a szemem, hogy ha majd elveszi a kezét, és én megpillantom az asztalra tett ajándékot, nagyobb legyen az örömöm. Mint azonnal kiderült, Egyáltalán nem erről volt szó. Ha meg nem erről volt szó, akkor rögvest cselekednem kellett. Ösztönösen lehajoltam, még hozzá elég gyorsan, amennyire csak a meglepetés bénító hatásától tellett tőlem, és sikerült is a támadómat átröpítenem a fejem felett. Nem volt ez egy szemirámis könyvéhez méltó röptetés, de azért elég jól sikerült. Egy sötét test repült át a fejem felett, majd nagy locsanással a pocsolyában landolt. Még ki sem örvendezhettem magam a sikeremen, már is fekete éjszaka köszöntött rám. Még hallottam valami koppanást, aztán jött a filmszakadás. szakadás. 11. Amikor felé lettem, egy indiai nőt láttam magam felett. Erre a homlokára festett pöttyből és a szárjából következtettem, de a bőr színéből is kiderült volna. Tulajdonképpen nem is lepődtem meg rajta, India a földkerekség egyik legnépesebb országa, nem meglepő hát, ha a túlvilágon is ők alkotják a többséget. Az azért zavart egy kicsit, hogy nem tudtam, vajon a hindú vagy a keresztény túlvilágon vagyok-e, de hamar túl tettem magam rajta. Minden erőmet összeszedve felkönyököltem. Egy keskeny sezlonon feküdtem, fejem felett, a mennyezet magasában fáradt villanykörte logott. Nagyon úgy nézett ki a dolog, mintha boncasztalon feküdnék, és most éppen azon tanakodnának az egyelőre még láthatatlan orvosok, hogy mivel kezdjék a kibelezésemet. Ettől aztán rám jött a hány inger, és kis híja volt, hogy nem műveltem valami csúnya és gusztustalan dolgot. Éppen azon voltam, hogy ha már felébredtem akárhol is vagyok, e világon vagy valamelyik másik dimenzióban leugorjak az asztalról, ám az indiai nő gyengéden visszanyomott a fekhelyemre. Csak nyugalom mondta. Ne tegyen hirtelen mozdulatokat. Nem tenne jót magának. Valami pukkant a fülemben, nem hallottam tőle semmit, majd a második pukkanás már kitakarította belőle a légbuborékokat. Elérkezettnek láttam az időt, hogy meghatározzam a földrajzi helyzetemet. Hol vagyok? Kérdeztem elhaló hangon. Én legalábbis ilyennek hallottam. Nálam felelte az indiai nő. Különben Kankalininak hívnak. Hogy kerültem, ide magához, vagy, hova is. Ide hoztam, mondta. Miután kihúzták egy pocsolyából. Ekkor már nagyjából magamnál voltam. Sok mindenre nem emlékeztem vissza, arra azonban igen, hogy amikor leütöttek, kötszit állt, MS Kankalininak viszont a nyomát sem láttam. Pocsolyából húzott ki. Kérdeztem, miközben mégis megpróbáltam felülni. Először visszaestem a kemény fekhelyre, másodjára azonban már ülve maradtam. Igaz, hajladoztam, mint atomerőmű a földrengésben, de már nem estem hanyatt. És ha már ültem, megkíséreltem felállni. Elmes Kankalini nem segített, de azért láttam, hogy készenlétben áll, ha meggondolnám a dolgot, és áldogálás helyett inkább hanyat vágnám magam a padlón. Elmes Kankalini hirtelennyében, ki tudja, honnan, egy bőzölgő csésze teát varázsolt elém. Így a meg, aztán elmesélek magának mindent. Megittam a teát, és bár szívem szerint inkább egy adag viskájt ittam volna, azért ez sem esett rosszul. Akkor hát halljam a történetét, mondtam kíváncsian. Majd, ha felébredt, mosolygott rám. Nincs szándékomban elaludni tiltakoztam erélyesen. Pedig elfog nevette el magát. Tettem valamit a teájába, amitől aludni fog, mint egy mormota. De én nem akarom. Addig-addig tiltakoztam, amíg le nem esett rólam a, a drág, amelyről már korábban is megbízható információkat akartam szerezni. Ez itt, micsoda rajtam. Nyögtem, mintha ez lenne a világ legfontosabb tudnivalója. Ezután már nem emlékeztem semmire. 12. Másodszori ébredésem könnyebben ment. Ezúttal már nem ágyban ébredtem, hanem egy kényelmes karosségben. Mellettem egy kis asztalkán üveg ki és egy pohár várakozott. Bár nem tudhattam, hogy milyen hatással lesz majd rám egy adag, az ember már csak olyan, hogy mindennek ellen tudálni, állni, a kísértést kivéve. A pohárka ital egészen magamhoz térített. Annak pedig külön örültem, hogy már nem egy ismeretlen valaki nálam öt számmal nagyobb pizsamájában beszélgetek egy indiai hölgyel. Nem kis meglepetésemre a saját ruhámban voltam, amely olyan makulátlanra volt tisztítva és profin kivasalva, hogy már-már kezdtem kellemetlenül érezni benne magam. Éppen azon töprengtem, hogy mi lenne, ha felfedező útra indulnék az elegánsan berendezett szobában, és talán még azon is túlra, amikor nyílott az ajtó, és kapaszkodjanak meg egy libériás férfi bukkant fel benne. Pofa szakálla is volt, fehér kesztyűje is, ettől aztán biztos lehettem benne, hogy a túlvilágon vagyok, csak még azt nem közölte velem senki, hogy mi lesz itt a beosztásom. Mert az azért, gondoltam, a túlvilágon sem mindegy, hogy én szolgálom -e fel valakinek a viskájt pofa szakálban, Libériában és fehér kesztyűben, vagy nekem szolgálják fel. Van ugyan bennem némi szociális érzékenység, ennek ellenére az utóbbit jobban szerettem volna. A pofaszakállas rám nézett, viccentett, majd megfordult, és kivonult a szobából. A diplomácia nyelvén ezt úgy nevezik, hogy rövid, gyümölcsöző látogatást tett nálam. Ebből aztán bátorságot merítettem, és hozzácsaptam a már elfogyasztott viskályhez még egy fél pohárkával. Éppen visszatettem a poharat az asztalra, amikor ismét nyílott az ajtó, és kedves ismerősön bukkant fel az ajtóban, emmez Kankalini. Lehet, hogy a viszki lehet, hogy az elegáns szoba varázsa, de ilyen szépnek még soha nem láttam a hölgyet. Akár egy szépségversenyen is indulhatott volna. Még hozzá szép siker reményében. És a mosolya, te jó ég. Tavaszi virágos kertek hangulatát idézte. Megráztam a fejem. Mi a fene történik itt? Vajon azt jelenti a túlvilág, hogy itt minden italban narkó olvadozik? Jól van, Mr. Lengvévi. Tudakolta MS Kankalini, miután megállapodott előttem. Tegnap kissé korábban ébredt, mint számítottam volna. Tegnap. Hökkentem meg. Nem tesz semmit mosolygott. Egyelőre ne törődjön az idővel. Nem is törődöm, mondtam engedelmesen. Elárulná, hol vagyok, vagy ez hadititok. MS Kankalini csak mosolygott, válaszolni azonban nem ő válaszolt, hanem valaki más, aki éppen akkor lépett be az ajtón. A magas, középkorú férfi ismerősnek tűnt. Biztos voltam benne, hogy láttam már valahol, csak még nem jutott eszembe, hogy hol. Fel akartam állni, de intett, hogy maradjak csak ülve. Olyan kívánság volt ez, amelyet nem volt nehéz teljesítenem. Szóval, ön Mr. Lengvéhír, mondta, miközben letelepedett egy másik székre. Elmes Kankalini mosolygott, és ő a harmadikra röppent. Tehát ön az. Ilyennek is képzeltem. Fiatalnak, energikusnak, találékonynak, akinek helyén van a szíve. Remélem, nem tévedek. Mit lehet erre mondani? Csak is az igazságot. Nem téved, mondtam szerényen. Akkor hát, ismerkedjünk össze. Sergio, Devonport, vagyok. Ekkor leesett a tantusz. Olyannyira, hogy majdnem fel is kiáltottam meglepetésemben. Hát persze, hogy ő. Sergio, Devonport. A különc milliárdos, akinek akkora vagyona van, hogy mellette még a legendás Dárius is csak pizza futár lehetett volna. Jaktjai szántják a tengervizét, repülői szádosnak kontinensről kontinensre, egyik nap egy arab emír látja vendégül, a másikon pedig már ő rendez partit néhány uralkodó számára. Sergio Devonport a világ egyik leggazdagabb embere, ha egyáltalán nem az vajon mi a fenét akarhat tőlem ez a krőzus? Örvendek, nyögtem, mert hirtelen más nem jutott az eszembe. Emmer Devonport, festelennek mutatkozott, és talán valóban az is volt. Aki olyan gazdag, mint ő, az mindent megengedhet magának. Nyilván csodálkozik, hogy itt találja magát nálam, igaz? Kérdezte bátorítón mosolyogva. Volt annyira udvarias, hogy megvárja, amíg egészen magamhoz térek. Mit tagadjam, vallottam be. Tudnia kell, hogy MS Kankalini hívta meg önt ide hozzám. Önkéntelenül is a hölgyre pislentottam, aki erre bűntudatosan lehajtotta a fejét. Mondhatnám úgy is, hogy kissé, him, sajátos módon. Ájultan találta önt egy pocsolyában, és a helyett, hogy értesítette volna a rendőrséget. Ez annyit jelent, hogy, el vagyok rabolva. Szakítottam félbe. Emmer Devonport erre hangosan felnevetett. Még csak az kellene. Maga természetesen szabad ember, bármikor elmehet, ha akar. Én mégis azt tanácsolnám magának, hogy előtte beszélgessünk egy kicsit. Oké. Okay. Már csak a másfél pohár viszki is megért annyit, hogy megfontolja a javaslatát. Oké, okay, bólintottam némi hezitálás után. Sóhajtott, és összedörzsölte a tenyerét. Nos, azzal kell kezdenem, hogy MS Kankalini, vagy inkább Kankalini Memsahib, a barátom. MS Kankalini beleegyezőn bólintott. Mit tud maga rólam, Mr. Lengdvévi? Hajolt felé Memmer Devenport. Ekkor már képben voltam. Ez pedig annyit jelentett, hogy óvatos lettem, mint az erdőben lopakodó róka. Ha nagyon nagy emberek közelébe kerül valaki, nem is árt az óvatosság. Úgy hílik, hogy ön a világ leggazdagabb embere, mondtam. Ó, az emberek gyakran túloznak, Mr. Lengvévi. Mosolygott. Esetemben azért persze közel járnak az igazsághoz. Valóban gazdag vagyok, ezen kívül remélem arról is hallott, hogy jó néhány alapítványt működtetek, amelyeket jótékony célból hoztam létre. Ezekről ugyan mit sem hallottam eddig, ám ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy nem mond igazat. A nagy emberek általában tel és tele vannak alapítványokkal. De hogy mi minden rejlik ezek mögött, az külön beszélgetést érdemelne. Hirtelennyében arra gondoltam, hogy vajon honnan az ördögből ismerhet engem. És egyáltalán honnan tudja a nevemet. Ajánlatot szeretnék tenni önnek, Mr. Lengvé, mondta Emmer Devonport, kissé felemelkedve a székéről, mintha a téma nagy súlyjal nyomná lefelé, és így próbálna ellenállni neki. Isten újját látom benne, hogy hozzám sodorta a véletlen. Meg szeretném bízni ugyanis önt valamivel. Konkrétan, meg kellene szereznie nekem valamit, amire vágyom. Természetesen kizárólag törvényes eszközökre gondolok. Ön kifejezetten szimpatikus nekem, már így első látásra is. Ön előtt be kell valljam, már másokkal is próbálkoztam, de bárkit is bíztam meg vele, hát, hogy finoman fejezzem ki magam, bakot lőttem velük. Pedig az a valami létezik, és itt rejtőzik, talán nem is messzire tőlünk. Megkísértett a vágy, hogy megkérdezzem tőle, mi az, de még idejében visszafogtam magam. Majd elárulja, ha akarja. El is árulta. De nem azonnal. 13. Amíg a magyarázatára vártam, kinyílt az ajtó, és felbukkant benne a pofaszakállas ember, fehér kesztűben és libériában. Sőt, nem is egy, hanem három. Olyannyira egyformák voltak, hogy hosszasan kellett volna tanulmányoznom őket, ha meg akartam volna különböztetni őket egymástól. Egy-egy zsúrkocsit toltak maguk előtt, rajtuk mindent, ami szemszájnak kellemes. Gondoltam, megéhezett, Mr. Langvéi, mondta Emmer Devonport. Ami azt illeti, én is harapnék valamit a társaság kedvéért. Ön, Kankalini Memszáhib. Kankalini nem száhib szentett. A szakállasok ebből is, abból is raktak a tányérunkra. Aztán elmentek. Felhívom a figyelmét a kaviárra, mondta Emmer Devenport. Egyenesen Oroszországból érkezett. Tegnap még a bajkátóban volt, ma pedig már az én asztalomon. Fogyasszon, Mr. Langvéi. Bár, őszintén szólva, nem különösképpen kedvelem a kaviárt, Fokoliya néhes voltam. Fogalmam sem volt róla, mennyi idő múlhatott el azóta, hogy utoljára étel volt a számban. Emmer Devonport és kankalini nem száhib csak csipegette, míg én alaposan nekiláttam a reggelinek. Reggelinek. Éppen befejeztem az étkezést, amikor a pofaszakállások bejöttek a maradékért. Nem gondolhattam másra, mint hogy a kulcsjukon átleselkedtek, vagy ami még valószínűbb, egy kíváncsi kis kamera figyelte valahonnan, hogy helyesen használom-e a kést és a villát. Kényelmesen hátradőltem a székemben, és vártam, hogy mi következik. Mert hogy következnie kell valaminek, abban biztos voltam. És nem is csalódtam. Emmer Devonport, amem száhibra nézett, mégpedig úgy, Amiet jelentőség teljes nézésnek szoktak nevezni. Aztán felé mintett. Jöjjön velem, Mr. Langvévi. Mutatni szeretnék önnek valamit. Engedelmesen kikászálódtam a székemből. Magam is meglepődtem a dolgon, de kezdtem kifejezetten jól érezni magam. Pedig, mint mondottam már, nem is kedvelem annyira a kaviárt. Ebben a minutumban kitárult előttünk az ajtó, mintha csak egy automata nyitotta volna ki. Lehet, hogy az is volt a tettes. Ha megbocsátja, én mennék előre, mondta Devonport. A memszáhibit megvár bennünket. A memszáhibit szentett, Devonport pedig kilépett a szobából a folyosóra. Természetesen követtem, bár azért a küszöbről még visszafordultam, hogy egy varázslatos mosolyt küldjék a memszáhibnak. A folyosó olyan volt, ami ennek lennie kell egy ilyen nagy ember luxus lakásában. Mert hogy abban voltunk, nem is vitás. Igaz, eddig mindössze egy igazi szobát láttam belőle, ám az is meggyőzött róla, hogy helyesen gondolom a dolgot. Egy olyan szoba, amelyben bajkáli kaviárral kínálják a pocsolyából kihúzott vendéget, csak egy luxus villa szobája lehet. A folyosó széles volt, lábunk alá vastag, mintás szőnyeg simult. Falait rózsaszín kárpit borította, cirka másfél méterenként falikarok nyújtózkodtak felénk, mintha belénk akarnának kapaszkodni. A bennük szúnyadó hosszúkás villanykörtéken látszott, hogy minden áldott nap legalább tízszer letisztogatják őket. Vagy akár még többször is. Ugyanakkor semmi olyat nem figyelhettem meg, amely ronthatta volna a szőnyeg és a villanykörték letisztult harmóniáját. Nem lógtak rég meghalt, mogorván bajuszos férfiak és fellengzősen kellemkedő nők képei a falakon, spáncélos lovagok sem álltak sehol, hogy megrémítsék a gyengébb videgzetű látogatókat. Sőt, még a megszokott vadásztrófeák is hiányoztak, akár csak a levágott, emberi fejek. És ha most valaki azt gondolná, hogy csupán a tréfa kedvéért mondtam, amit utoljára mondtam, hát az nagyot téved. Az elmúlt évben ugyanis kaptam valakitől egy megbízást, nevezetesen, hogy meg kellene keresnem egy fiatal lányt, aki eltűnt Malajziában. Megbízó éveket töltött abban az országban, és amikor végre hazaindult volna, meglepetten tapasztalta, hogy egyetlen lányának hűlt helye. Kiderült, hogy egy reményteljes fiatalemberrel szökött meg, akinek az ősei még a régi szép időkben fejvadászok voltak. A történet maga nem túl érdekes, nem is mesélem tovább, annyit azonban mégis el kell mondanom, hogy abban a házban, amelyben a megbízóm lakott, legalább 15 levágott, kiszárított és megfüstölt emberi fejdíszítette a falakat. Ami engem illet, Csupán egyetlen éjszakát töltöttem a házban, a levágott és megfüstölt fejek között, ám annak ellenére, hogy nem vagyok az a kimondottan ideges fajta, elhatároztam, hogy még egyet nem töltök ott. És nem is töltöttem. Nos, ez jutott eszembe akkor, amikor Emmer falaira tekintettem. Jó sokáig lépegettünk a hosszú folyosón, amikor is Emmer Megtorpant egy hatalmas, majd három méteres ajtó előtt. Hát itt is lennénk, Mr. Lendvégír, mondta, és az ajtóra fektette a kezét. Páncélajtó tette aztán hozzá elégedetten. Mutatnék önnek valamit, azután majd beszélgetünk a továbbiakról. Kíváncsi lennék rá, hogy vajon mit szól mind ahhoz, amiket oda bent rejtegetek. Őszintén szólva egyre inkább erőt vett rajtam a nyugtalanság, és ismét csak eszembe jutott az a másik szoba, a malájziai, a levágott és füstölt emberfejekkel. Nem szerettem volna hasonlót látni még egyszer. Mégis szinte csalódottságot éreztem, amikor kitárult előttem az ajtó ezt is a automata ajtónyitó tárhatta ki, s egy hatalmas teremmel találtam szemben magam. Hiába is kereste azonban a szemem, nem láttam semmi olyat benne egyelőre, amit aggodalmamban elképzeltem magamnak. Sem kitömött hullák, sem múmiák, sem nyomorék embriók üvegben semmi olyan, ami kicsit is a fejembe kergethette volna az adrenalint. Láttam viszont sok-sok tárlót, üveg tetejű állványt, amelyekben bizonyos tárgyak voltak elhelyezve. A hozzánk legközelebb állóban például egy tarka-barka valami, ami leginkább egy furcsa sapkára emlékeztetett. Olyanra, amilyenben a mesékben a törpék járnak. Hosszúkás volt, tiritarka, mint egy patzvörk, csúcsos végén egy vörös gombót virított. Ahogy az a mesékben lenni szokott. Emmer Devonport, elkapta a tekintetemet, aztán elmosolyodott. Tetszik. Kérdezte. Hát, érdekes mondtam. Tudja, mi ez? Sapka. Az, de maga szerint milyen sapka? Törpéké. Kérdeztem csak úgy viből. Eltaláltam, mondta. Aki viselte, valóban törpe volt. Vagy legalábbis kis növésű. Egy spanyol udvari varázslója volt. Említett is egy nevet, valahányadik Alfonzét, amit azonban nyomban el is felejtettem. Vagy meg sem jegyeztem. Bizonyos esetekben az a legjobb, ha nem jegyez meg semmi gyanúsat az ember, így legalább később nincs mit kiverni belőle. A király asztrológusa volt ismételte meg. Még hozzá sikeres. Sokáig. Tudja, az a kellemetlen ezekben a mesterségekben varázslókra, időjósokra, asztrológusokra vagy mágusokra gondolok, hogy amikor beválnak a jóslataik, azt mindenki természetesnek veszi ha viszont csak egyszer is tévednek, annak nagyon kemény következményei lehetnek. A királyok szeretik a jó sokat, mert később rájuk lehet kenni a sikertelenséget. Úgy, ha egyszer elhatározná, hogy felhagy a magánkopósággal, hát ne menjen mágusnak vagy jövendőmondónak, fogadja meg a tanácsomat. Készséggel megteszem, ígértem. Ugyanakkor furcsa dolgot éreztem. Mintha ez a különös, Tiritarka sapka mindegyre magára vonta volna a tekintetemet. A gazdája. Kérdeztem korábbi elhatározásom ellenére. Afrikából érkezett a királyi udvarba, ha jól tudom, és félelmetesen pontos jóslatai voltak. Emellett elsőrangú varázsló is volt. Akkoriban a Jós és a Varázsló funkciója még nem vált el egymástól. Nem volt könnyű megszereznem ezt a sapkát de végül mégis csak sikerült. A gazdáját is megszerettem volna, de annak nem jutottam a nyomára. Rázni kezdett a hideg. Csak nem egy mágus vagy varázsló koponyáját akarja megkerestetni velem. Ez a szegény fickó is rosszul járt legyintet sajnálkozva. Ha ekkoriban éltem volna, azt tanácsoltam volna neki, hogy ne sokat időzzön Alfonsz király udvarában, mert rossz vége lesz, mint ahogy az is lett. Amennyiben kérdeztem. Lefejezték, mondta. Valamilyen mellé ment jóslat miatt. Hogy pontosan miért, azt nem sikerült megtudnom. Hajoljon csak közelebb a sapkához. Közelebb hajoltam. Annyit sikerült megállapítanom, hogy eléggé kis feje lehetett a mágusnak. Nem kellett megerőltetnie magát a hóhérnak. Azokat a kis pöttyöket is látja a sapkán láttam. Tényleg láttam. Néhány veres, rozsdafoltnak tűnő valamit. Vér folytatta. A varázsló vére. Akkor fröccsent a sapkára, amikor levágták a fejét. Na, mit szól hozzá? Elkapta a karomat, és komoran nézett rám. Ez az én szenvedélyem, Mr. lengvévi. Összegyűjteni mindent, ami a varázslathoz tartozik. Bár engem nem is igazán a varázslat maga érdekel. Nem a szemfényvesztés, ha érti, mire gondolok. Nem értettem, mire gondol. És nem is akartam megérteni. Csak hát az volt a helyzet, hogy momentán én voltam az ő karmai között, nem megfordítva. Ismét a szemembe nézett. Engem az érdekel, ami befolyásolhatja a természeti törvényeket, esetleg meg is változtatja őket. Érti már, miről beszélek? Ezúttal sem értettem. Nos, akkor világosan megmagyarázom, mondta, látva értetlen képemet. Nézze csak ezt a csúcsos sapkát, és képzelje maga elé a kis fickót, akinek a fején volt. Egyszer a király ünnepséget rendezett a palotájában, amelyre sok előkelő nem özt hívott meg. A csúcsos sapkás nemrég kerülhetett az udvarhoz, és Alfonz el akarta kápráztatni általa a meghívottakat. A fickó addigra nyilván bemutatott már neki néhány varázslatot, ami elnyerte az uralkodó tetszését. Megparancsolta hát, hogy most azonnal mutasson be valami olyat, amilyet eddig még nem látott senki. Ha nem teszi, s a többi. Gondolom, hogy az asztrológus mágus varázsló előbb szabódott egy kicsit, aztán akkor az ivatart varázsolt a kastély környékére, amelytől még a harc katonák is becsináltak. A leírások szerint mintha hatalmas kezek nyúltak volna ki a fekete felhőkből, és tépni szaggatni kezdték a palota tornyait. Na. Valamiért belém bújt az ellenkezés démona. Pedig korábban elhatároztam magamban, hogy óvatos leszek, és nem ellenkezem vele. Akinek annyi pénze van, mint neki, és ráadásul törpék véres sapkáit gyűjti, azzal nem jó ellenkezni. Nem bizony. Lehetett véletlen is vetettem mégis ellene. A fickó bizonyára előre megérezte, hogy vihar készülődik. Már amennyiben arra céloz, hogy ő idézte elő a vihárt. Hogy ki idézte elő, azt nem tudom, de hogy a kastély összedöntésével fenyegetett, az biztos. És ekkor lépett elő a varázsló. Tudja, mit csinált? Láttam rajta, hogy nem vár választ, ezért bölcsen hallgattam. Megparancsolta, hogy mindenki álljon a bálterem közepére, majd. Elkergette a vihárt, mi. Vágtam közben nagy merészen. Emmer Devonport, megrázta a fejét. Nem, Mr. Langvéi nem kergette el. Mást tett. Hétszer megfordult maga körül, mire valamennyi gyertya kialudt a falikarokban. A hirtelen beállott sötétséget csak a villámok fénykorbácsai törték meg. Ekkor a varázsló kitárta két karját, és néhány varázsszót kiáltott a vihar felé. Kár, hogy nem maradtak fenn az utókor számára. Ki a fene sajnálja? gondoltam magamban. És akkor, csoda történt. Elvonult a viharból intottam. Nem vonult el meg a fejét. Még jó ideig dühöngött, és meg is rongálta a kastély tetejét. Akkor meg mit ért a varázsló hókuszpókusza? Hogy mit? Előre kell bocsátanom, hogy a kastély valamennyi ablakát zsaluborította, ami szubtrópusi éghajlat alatt megszokott volt akkoriban arra felé. Az ajtókablakok ablakok kemény fából készültek, a zsaluk is. És mivel a bárra nyáron került sor, a kastély sok száz nehéz ablaka és ajtaja ki A vihar pedig olyan sebesen érkezett, hogy nem volt idő becsukni őket. Jó szerével egyet sem. Szóval, mint mondottam is, a törpe kiáltására kialudtak a gyertyák, többen is látták, hogy úgy világít a szeme a villámok közti szünetekben, mint a vadállatoké a sötét erdő mélyén. És akkor hirtelen, na, mi csoda? Tört ki belőlem. Egyetlen pillanat alatt becsukódott a kastély valamennyi ablaka és ajtaja. Egy sem maradt nyitva. Képzelje csak, több száz ablakról és ajtóról van szó. És mind pillantás alatt becsukódott. Na, mit szól hozzá? nem is tudom, mit mondjak sóhajtottam. És ez igaz is volt. Valóban nem tudtam, mit mondjak. Akárhogyan is erőltettem magam, képtelen voltam hinni a varázslatban. Ezután, mi történt? Nyögtem, összeszedve minden erőmet. Emmer Devonport, megvonta a vállát. Ki tudja? Az a lényeg, hogy az ablakok és az ajtók becsukódtak. Az asztrológus parancsot adott nekik, hogy csukódjanak be, és azok engedelmeskedtek a parancsának. Ugye ezt maga sem hiszi el. Nevettem el magam. Kis szánalmasra sikeredett a nevetésem. Talán ő is észrevette, talán nem, minden esetre nem adta jelét, hogy megsértődött volna. Pedig ez történt erősítette meg. Dokumentumok állnak a rendelkezésünkre, amelyek ezt bizonyítják. Eddig mindenki tündérmesének hitte, én azonban biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem méz, ami történt. És tudja, mit bizonyít mindez? Na mit? Hogy vannak olyan emberek, férfiak és nők egyaránt, akik mágikus erejük segítségével képesek hatást gyakorolni a körülöttünk lévő világra. A természetre, vagy nevezzük akárhogyan. Különben, hogy szavam ne felejtsem, azok a dokumentumok, amelyek azt bizonyítják, hogy valóban megtörtént, amiről beszéltem, ugyancsak a birtokomban vannak. Igaz, későbbi leírások egy jelenlévő írta le az unokájának, de nincs okom kétségbe vonni a történtek igazságát. De jöjjön csak tovább! Belém karolt, és a következő tárlóhoz vezetett. Alaposan előre kellett hajolnom, ha meg akartam nézni, hogy mi látható benne. Hirtelen nem is tudtam eldönteni, mi lehet az, és felegyenesedtem, hogy megkérdezzem, ám hirtelen rám szállt a megvilágosodás. Azok a barna, lapos, igencsak törékenynek tűnő valamik, amelyekből három feküdt egymás mellett egy fehér papírlapon, alig ha nem préselt virágok voltak. Virágok. Kérdeztem tulipánok bólintott ember Devonport. És ők, hogyan kerültek ide? Azt akarja inkább kérdezni, hogy miért. Nos, figyeljen akkor ide. Az a történet, amelyet hallani fog, Hollandiában történt jó 200 évvel ezelőtt. Hőse egy tengerész kapitány, aki holland indiákból tért haza. Úgy tervezte az érkezését, hogy az éppen a mennyasszonya születésnapjára essék. Vele érkezett a kísérője is, egy férfi, akinek a dokumentumok nem tartalmazzák a nevét, ezért nevezzük csak egyszerűen kísérőnek. A valóságban valószínűleg a tengerész kapitány, Jan van Den Burg szolgája lehetett. A leírás szerint nem volt mindennapi legény, egy, a mai Indonézia egyik szigetéről származott olyan törzsből, amelyet csak ritkán látott fehér ember. Hogy miképpen kötött barátságot a kapitányjal, nem lehet tudni. Minden esetre az a hír járt róla, hogy emberfeletti hatalma van. Gondolhattam volna, szúrtam közbe. Jól van, csak nevessen rajtam sóhajtott emberdevőmport. Rövidesen nem fog nevetni, az biztos. Mintha kicsit bosszús lett volna immár a hangja, ezért megfogadtam magamban, hogy nem teszek több okvetetlenkedő megjegyzést, inkább behúzom fülem farkam. Végül is megmentették az életemet, az a minimum, hogy végig hallgatom, akármennyire is mesének tűnhetnek a történetei. Van den Börg kapitány, ismétlem, úgy időzítette az érkezését, hogy az pontosan a mennyasszonya születésnapjára essen. Csak hogy útközben történt egy kis malőr, nevezetesen, hogy még valahol a malakaszoros környékén kalózok támadtak a hajóra. Sejtettem, hogy mi következik. A törzsi fickóról kiderül, hogy mellékesen varázsló, és kezének határozott intésével a pokorra küldte a kalózokat. Azóta is ott ülnek a tengerfenekén, és azon töprengenek, hogy az ördögbe kerültek oda. Közben nem észlelik az idő múlását, és azt sem veszik észre, hogy a halak már rég létték róluk a húst. De nem az következett, amire számítottam. A kalózok csoda nélkül is megfutamodtak, támadásuk következtében azonban megsérült a hajó vitorlázata cserélni kellett, meg ilyesmi, ez pedig elég volt ahhoz, hogy néhány napi késedelmet szenvedjenek. Ráadásul egyéb kellemetlenség is érte őket, Nevezetesen, hogy tönkrementek a ritka, trópusi virágok, amelyekkel a vőlegény a mennyasszonyát óhajtotta megörvendeztetni. Virágok. Mogyogtam. Még hozzá eddig csak ritkán látott, trópusi virágok. Valószínűnek tartom, hogy a kísérő hozta magával őket onnan, ahonnan származott. Erről nem beszélnek az írások, arról azonban igen, hogy ezek a kényes kis jószágok a támadás következtében megsemmisültek. Pedig kellőképpen be voltak csomagolva. Csak hogy a támadás során nyitva maradt valamilyen csapóajtó, berömlött a tengervíz a raktártérbe, telibe találva a csomagocskákat, minek következtében a ritka és érzékeny virágokból gusztustalan kocsonya lett. Önkéntelenül is a tárlóra pislogtam. A virágmaradványok kifejezetten tulipánok voltak, nem ritka, trópusi virágok. Lehetséges, hogy ő mégis azoknak látja őket. Ekkor a méz olyan fordulatot vett, amelyre nem számítottam. A kapitány ugyanis virág nélkül érkezett meg a menyasszonyához, aki, mint a menyasszonyok általában, sértve érezte magát amiatt, hogy a vőlegényekéset, késett, sőt még ajándékot sem hozott neki, csupán valamilyen trópusi virágról beszélt, amelyekből az út során kocsonya lett. Na, szép ajándék, mondhatom. Így aztán némi mosoly szünet állt be a menyasszonyi és a vőlegény között, s a kapitány úgy érezte, hogy ki kell valamivel engesztelni esértett menyasszonyát. Ezért, pár nap csúszással, új fent meg akarta ünnepelni a hölgy születésnapját. Összehívatta hát mindazokat az embereket, akik részt vettek azon az ünnepségen, amelyről ő lekésett, hogy amolyan pót születésnapi partit tartson velük. Nagyon fontos, jegyezze meg, kérem, hogy télidőről beszélünk, amikor nincs már nyíló virág német alföldön. A tulipánhagymákat ilyenkor már aludni küldik, erről bizonyára már ön is hallott. Szóval, a menyasszony sértődött volt, a vőlegény tanácstalan. A virágoknak már nem volt hírük hamvuk sem, sőt már a virágpiac is bezárt. Ekkor, a történet szerint, a kísérő néhány szót váltott a kapitányjal, mire ő furcsa tevékenységbe fogott. Egy tulipán termesztőtől vásárolt száz tulipánhagymát, amelyek már téli álmukat aludták egy megfelelő hőmérsékletű helyen. Aki eladta, két dologra gondolhatott, vagy arra, hogy a vásárló megbolondult, vagy pedig arra, hogy ő maga is el akarja tenni télire őket. A vásár megtörtént, a hagymák átvándoroltak a kapitány házába. Amint a leírásokból kiolvasható, azokban a napokban különösen kellemetlenül hideg szél borzolta a dammok vizét és a kedélyeket. Az emberek nyakukat behúzva, mogorván gyalogoltak a gátakon. A tengerész kapitánynak azonban sok volt a dolga, meghívókat küldetett szét a hét közepére, nem is sikertelenül. Majd minden korábbi meghívott rábólintott a dologra. Hideg, eseménytelentél, egyáltalán nem baj az, ha egy ünnepséget megismételnek. Ami meg is történt. Elmer Devonport, kis időre maga elé merett, mintha azon töprengett volna, hogy folytassa el tovább a történetét, aztán megvonta a vállát, és folytatta. A népek megjelentek, és megjelent a menyasszony és annak a családja is. Mit tagadjuk, elég sértetnek látszottak. Szerencsétlen flótás ez a vőlegény, ha egy pimflik is támadás is ekkora problémát okoz neki. De azért jó képet vágtak a megismételt ünnepséghez. Ettek, ittak, majd elérkezett az est fénypontja. A szél fagyos volt, mintha egyenesen a sarkvidékről érkezett volna. A házigazda arra kérte a vendégeket, hogy álljanak az ablakok elé. Halk morgás támadt, de azért engedelmeskedtek. Úgy érezték, hogy valamilyen móka következik, talán néhány sosem látott állat várakozhat odakint a kertben. Akkoriban gyakran előfordult hogy a hajósok mindaddig ismeretlen élőlényeket hoztak haza távoli vidékekről, az itteniek őszinte mulatságára. Főleg a bohókás kismajmokat kedvelték. Rövid hatásszünetet tartott, aztán átszellemülten folytatta. A bálozók az ablakokhoz sorjáztak, és kinéztek rajtuk. A ház előtt jókora kert húzódott, amely korábban nem termelt egyebet, mint zöld füvet. Kissé meg is hökkentek, amikor látták, hogy a gyepet valaki összetúrta egy kicsit. Nem nagyon, éppen csak mintha vakondok dolgoztak volna rajta. Különben semmi furcsa nem látszott a füvön, a vendégek értetlenül bámultak kifelé az ablakon. Hirtelen csoda történt. A fű mozogni kezdett, mintha alulról, a gyökerek közül ki akarna mászni valami. Talán egy olyan állat, amely a föld alatt lakik tátott szájjal bámulták a jelenséget, majd amikor már egyéb is történt, nem csak a fű mozgott, csodálkozó kiáltások hagyták el az ajkukat. A föld alól ugyanis nem egzotikus állat bukkant elő, hanem valami más. Na, maga szerint mi csoda? Té óriás kígyó. Mosolygott, és nem etintett. Tulipán mondta. Eltátottam a számat. Micsoda? csoda? Nyögtem. Tulipán ismételte. Tulipán. Télen. A szabad természetben. Ez lehetetlen. Ellenkeztem. Mondja maga. De a többiek, a jelenlévők sem hittek a szemüknek. És nem csak azért, mert a tulipánok télen nem nőnek, hanem azért is, mert amikor hirtelen kinőttek a hideg földből, pillanatok alatt bimbót növesztettek és virágot is hoztak nem tellett bele tíz percnél több, a fű helyett virág borította a kertet. Egy kis tulipánmező. Olyan időben, amikor jeges eső kezdett hullani az égből. A vendégek nem is tudták mire vélni a dolgot. Többen, dacolva a hideggel, kirohantak a házból, hogy kezükbe vegyék a furcsa virágokat. Ott aztán meggyőződhettek róla, hogy nem papírból vagy egyéb anyagból készültek, hanem igazi virágok azok. Néhányan még le is szakítottak belőlük, hogy hazavigyék magukkal emlékül, vagy hogy megvizsgáltassák egy virágszakértővel, igazi virágok-e. Mondanom sem kell, hogy a későbbi vizsgálatok igazolták, a virágok valódiak, pedig nem lett volna szabad annak lenniük. Különben a tulipánok nem maradtak sokáig a szárukon, mint egy fél óra múlva hervadni kezdtek, majd teljesen elhervadtak. El is tűntek. Kérdeztem. Erről nincs tudomásom. Szerencsére néhány azért megőrződött belőlük. Ezeket látja ön a tárlóban. Még egyszer a tárlóra pillantottam. A lepréselt tulipánok ott hevertek benne békésen, egymás mellett. Most arra gondol, hogy be akarom csapni magát, igaz. Maga mit gondolna a helyemben? Kérdeztem vissza pedig nem simli, akármit is gondol. Ám hogy a meghívottak végül is mire gondoltak, fogalmam sincs róla, valószínűleg még hosszú ideig téma lehetett a jobb társaságban. Tudja, mi a legérdekesebb az egészben? Tudom bólintottam. Maga szerint micsoda. Hogy ki volt a kísérő, igaz? 14. Tovább beszéltünk volna, de ekkor egy kis szünet következett. A pofaszakállasok egyike ótól bennünket, és egy tálcán innivalót hozott. Ezúttal már nem viskájt, hanem gyümölcslevet. Ekkor éreztem csak igazán, hogy mennyire kívánom az italt. A tárlók bámulása úgy kiszárított, mintha szaló kamrában töltöttem volna az elmúlt hosszú perceket. Vagy akár egy óra is elmúlhatott talán. E kis közjáték után emmerdevönpólt, további magyarázatba fogott. Mindenki azt gyanította, hogy aki a varázslatot előidézte, mert hiszen a történtek, a virágok megjelenése nem lehetett egyéb, mint varázslat következménye, a kísérő igazi mágus lehet. Arról sajnos nincs tudomásom, hogy mi következett ezután, a kísérő Hollandiában maradt-e, vagy visszatért gyönyörű szép szigetére, továbbá azt sem tudom, hogy a kapitány végül feleségül vette el szíve hölgyét, vagy pedig ő is visszahajózott a paradicsomba, ahol egy barna bőrű, fekete szemű, fűszoknyás lányba szeretett bele, a fehér bőrű, kék szemű holland szépség helyett. A lényeg a lényeg, a varázslat akkor is megtörtént, ha nem ismerjük a történet utó életét. De ez talán nem is fontos. Valaki a jelenlévők közül összeszedett néhány virágot, lepréselte őket, leírta a történetüket, majd mind tanúkkal, aláíratta pár szemtanúval, nehogy az utókor kacsának hívje a leírtakat. És nekem, kedves Mr. Langvéi, birtokomban van ez az irat. Később megmutatom önnek, ha óhagyja. Haboztam egy kicsit, miközben a fejemet törtem. Ő pedig ez alatt olyan várakozva nézett rám, hogy kénytelen voltam reagálni a meséjére. És mit bizonyít mindez? Kérdeztem. Megerősíti az eddigi álláspontomat, mondta. És az mi is lenne? Szeliden mosolygott rám. Ó hő, ez a csúnya kételkedés. Hogy juthatott ide az emberiség, hogy mindenben kételkedik, amit nem tud megfogni vagy éppen megenni? Nos, figyeljen ide, kérem. Ez, amit az imént elmeséltem önnek, azt bizonyítja, hogy léteznek olyan egyedek, akik rejtélyes módon képesek befolyást gyakorolni a környezetünkre. Arra a világra, amely itt van körülöttünk, amelyben létezünk. És ezt olyan erők birtokában teszik, másképpen szólva, olyan erők birtokosai ők, amelyekkel mások nem rendelkeznek. Persze megkérdezheti, hogy vajon honnan kapták ezt az erőt, és én mit válaszolhatnék erre. Teremtő Istentől. Természetes kiválasztódásból. Mesterséges kiválasztás során, ami egyet jelent valamilyen külső beavatkozással. Idegen világokból érkezett Kozmonautáktól. Érdekes kérdések. Jelenleg még nincs válasz rájuk. Nos, Mr. Lengvéhi, ezeknek a történeteknek a gyűjtésével múlatom az időmet, igyekszem megérteni, hogyan működnek ezek az erők, és vajon mi lehet a céljuk? Számos olyan relikviát gyűjtöttem össze a házamban, amelyek mindegyike egy-egy ilyen csoda terméke. És gyűjtöm a csodák leírását is. Különben nem véletlenül gondoltam arra, hogy megbízzam Önt valamivel. Úgy értem, az időpont nem a véletlen műve. Biztos vagyok benne, hogy az Istenek akarták így. Ezért került, Ön az ő akaratuknak megfelelően hozzám. Csak néztem rá szótlanul. Gőzöm sem volt róla, hogy mire akar kiukadni. Van egy fiam, mondta. 18 éves. Gratulálok szaladt ki a számon. Jövő hónapban lesz a születésnapja, méltóképpen szeretném megünnepelni. Ez az ünnepség a megkoronázása lenne minden eddigi tevékenységemnek. Hallgattam, és vártam. Ő pedig sóhajtott, és széttárta akarját. Persze addig még igyekeznem kell egy kicsit. Hogy az ön segítségével örökre felejthetetlenné tegyem ezt a napot. Megborzongtam. Ez az ön segítségével nem nagyon tetszett nekem. Ő szintén szólva egyáltalán nem. Valahogy fenyegetően hangzott. És ezt, hogyan képzeli? Kérdeztem gyanakodva. Nagyon egyszerűen felelte. Maga megszerez nekem valamit, én pedig felhasználom ahhoz, hogy a világ legfurcsább és legemlékezetesebb ünnepét rendezzem meg neki. Én egyedül. Ha már a feleségem nem lehet jelen. Furcsán csillogott a szeme, én pedig önkéntelenül is tettem egy lépést hátrafelé. És, mit kellene megszereznem önnek? Kérdeztem. Úgy találtam, hogy kísére meg a hangom. Hogy mit? kérdezte, majd megveregette a vallani, mintha csak régi, jó barátok lennénk. Szemirámisz könyvét. Hallott talán már róla. 15. Feltehetően nem is várt másféle reakciót tőlem, mint amilyet végül is kapott. Akkor ára tágult a szemem, hogy majd kiesett a helyéről. Olyan képet vághattam, mint egy ártatlan csecsemő. Az meg mi? Sejtettem viccentett, és még mosolygott is mellé. Volt valami lenéző ebben a mosolyban, ami nagyjából azt jelentette, hogy éme, még azok az emberek is milyen műveletlenek, akikről azt tartják, hogy nem káposztalé lötyögő a fejükben, mint ennek a szerencsétlen zsarunak is, aki különben sokak szerint ennek ellenére reményteljes figura. Tévedés ne essék, rólam van szó sosem hallott még szemirámis királynőről. Kérdezte. Az, aki a függőkerteket építette. Kérdeztem óvatosan. Bingo. Csattant fel. Nem is sejtettem, hogy maga ennyire tájékozott. Akkor bizonyára azt is tudja, hogy mi az az ikkurat. Lépcsős piramis mondtam. Bingo. Ütötte össze a kezét nehogy kellemesen csalódnom kell ilyen magában. Ez persze csak tréfa volt, de azért jól esett. Hiába, még a magánzsaruknak is jól esik néha az elismerés. Talán azért, mert csak ritkán részesülnek benne. Ezek szerint el tudja képzelni, hogy milyen egy ilyen építmény. Bár erre nem szólított fel, behunytam a szemem, és nyomban megjelent előttem egy lépcsős piramis képe. Lehet, hogy nem volt tökéletes, de azért piramis volt. Hát, ha tudja, akkor azt is tudnia kell, hogy a lépcsők, amelyek körbefutnak az építmény oldalán, tulajdonképpen széles párkányok, amelyeken mindenféle növényt lehet termeszteni. Kis híja volt, hogy a homlokomra nem csaptam. Hát persze, hogy láttam én már zikkuratot. Nem is egyet. Még hozzá Mexikóban és Guatemalában. Elvégre az asztékok és a maják is lépcsős piramisokat építettek, bár ők nem termeltek legalábbis tudomásom szerint semmit a lépcsőkön. Legfeljebb csak öntözték őket. Embervérrel. Emmer Devonport, mindeközben folytatta a mondandóját. Szóval, ezeken a párkányokon vagy lépcsőkön, vagy nevezzük akárminek, dísznövények, díszfák, folyondárok nőttek, természetesen nem maguktól, hanem előre megfontolt tervezésnek megfelelően. Régi szokás volt a nagy folyamok népeinél, hogy ilyesfajta építményeket emeltek, amelyek nemcsak hogy monumentálisak és talán félelmet keltők is voltak, emellett szemet gyönyörködtetők is. A mondák szerint valamennyi közül kiemelkedett Semiramis királynő függőkertje. Vajon miért hívták függőkertnek őket? Kérdeztem. Valószínűleg azért felelte, mert a lépcsőkön futó növényeket is termesztettek, amelyek lefutottak az oldalfalakon, és beborították az egész építményt. A kertek a levegőben függtek. Ezekről különben ismerünk is leírásokat. Piramist akar építeni. Kérdeztem némi hitetlenkedéssel a hangomban. Mi? Hökkent meg. Megismételtem. Sőt, még azt is hozzátettem, tette tett naivsággal, hogy bizonyára a fiát akarja megörvendeztetni vele a születésnapján, valamint hogy szívesen szerzek az ünnepségre mesztelen táncos nőket, ha óhagyja. Erre olyan harsogó kacagásban tört ki, hogy talán még a préselt tulipánok is elmosolyodtak tőle a tárlójukban. Szóval maga azt gyanítja, hogy piramist is akarok építtetni magával. Kérdezte, miután visszatért a komolysága képére. Ó, oh, hát egyáltalán nem. Nem, de hogy? Ez ostobaság lenne tőlem. Különben sem érdekelnek a piramisok. Arra gondoltam, hogy talán azért, mert nem férnének be a lakásába, de bölcsen magamban tartottam a feltételezésemet. Csak meg akartam magyarázni magának, hogy mik azok a függőkertek. Nos, mint már említettem, az ókorban a babiloni szemirámiszé volt a legszebb. Több görög utazó is látta és csodálatos látványnak minősítette. Sőt, bekerült az akkori világ hét csodája közé. Nagy kár, hogy nem akkor éltem, hogy személyesen is láthattam volna. Csak hűmögtem, hűmögtem, de nem szóltam semmit. Jó magam azért nem voltam annyira kíváncsi rá, hogy visszasírjam azt a világot. Jó nekem a mostani is, főleg, ha ütődött milliómosok nem akarnak marhaságokkal megbízni. Mintha erre valaki nevetni kezdett volna a lelkemben, de gyorsan el is hallgatott. Mintha elhúztak volna valahol egy függönyt, és előbukkant volna mögüle a keserű igazság, nem is olyan régen meggyilkoltak egy bűvészt, egy másikat majdnem. Valahogy kezdtem biztosnak lenni benne, hogy ezek mind összefüggenek valahogy ezzel az ikkurattal és az ókori királynő függőkertjével. És úgy mellesleg a lepréselt tulipánokkal és a lefejezett törpe sapkájával is. De hogy a fenébe függhetnek össze? Csak óvatosan, Johnny, csak nagyon óvatosan. Ekkor valahogy beugrott a fejemben, hogy ha nem akarok én is esetleg darabokban egy tárlóba kerülni, jobb, ha komolyra veszem a figurát. Ettől kezdve úgy is vettem. Emmer Devonport, morgott valamit, belebámult egy következő tárlóba én nem láthattam onnan, ahol álltam, hogy mi lehet benne, aztán hozzám fordult. Nem is a függőkert itt az érdekes mondta. Ami igazán érdekes, az maga Szemirámisz. A királynő. Nyaltam meg a számat. És mi az érdekes benne? Az, hogy több is volt belőle mondta. Ismét kezdett beborítani az értetlenség jótékony homája. Több is. Kérdeztem. Hány? Nem számoltam összevonta meg a vállát. A kutatók szerint élt Semiramis Sumérban, Babilonban, az asszírok között, és mindegyik királynő volt. Nem lehet tudni, hogy melyiknek voltak függőkertjei, bár lehet, hogy valamennyinek. Egyikük udvarába látogatott el egy görög utazó, bizonyos Tódorosz. Bár ez a név egyáltalán nem ritka görög nyelvterületen, mindez ideig nem sikerült a tudósoknak hitelt érdemlően kideríteni, hogy ki is volt valójában. Történetíró, csavargó, kém, ki tudja. Lehet, hogy mindhárom. Nos, ez a Tódorosz részt vett egyszer egy ünnepségen, Babilonban, egy zikkuraton, az ottani szemirámis királynő függőkertjében, amelyet a királynő nagykorúvá vált fiú gyermeket tiszteletére rendezett. Kissé meglepett ugyan, hogy már akkor ismerték volna a nagykorúság fogalmát, de hát miért is ne? Az akkori emberek sem voltak hülyék, és szervezetlenebbek sem, mint mi. Még akkor sem ha néha nem így gondoljuk. Szóval, Tódorosz szerint ott ültek az Ikkurat egyik párkányán, egy függőkertben, és lenéztek az alattuk lévő világra. A szokások azóta sem változtak, Mr. lengvévi. Akkor az Ikkuratról gyönyörködtek az emberek a pompájában, ma pedig az Empire State Building tetejéről, bár korán sem ugyanazt látják. Képzelje csak el, a királynő ott feszített aranytrónusán, szemben a lenyugvó nappal, mellette pedig szemefénye, a fia és utóda. Mellettük a meghívott előkelők, akik még külföldről is eljöttek megcsodálni a függőkerteket és a színpompás gyülekezetei. Egymás sarkát taposták, és a nagy dobásra vártak. Elhallgatott, és várakozva nézett rám. Tudtam, arra vár, hogy megkérdezzem, mi a fene lehet az? Úgy gondoltam, jobb, ha eleget teszek az óhajának. Valakitől azt hallottam egyszer, hogy az őrültekkel nem szabad ellenkezni. Azt kell mondanunk vagy csinálnunk, amit elvárnak tőlünk. Az meg mi? Kérdeztem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam kíváncsi a válaszára. Akárhogyan is, de mintha egy kicsit engem is elkapott volna az ikkurat, a függőkertek és a bizonyára lenge öltözetű királynő elképzelt látványa. A királynő varázsló hírében állt folytatta elcsukló hangon Emmer Devonport. Ezt a görög szemtanú is megerősítette. Minden ünnepnapon előjött valamivel, amitől elakadt a népek lélegzete, Sőt a görög szerint sokan meg is haltak a rémülettől, a csodálattól vagy éppen az örömtől. Szép ünnepnapot mindenkinek. Bólintottam. Talán meg sem hallotta. Láttam, hogy verejtékezik a homloka, szaporábban szedi a levegőt, és belekapaszkodik egy tárló szélébe. Kezdtem megijedni. Attól tartottam, hogy még rosszul lesz a végén. Feldobja a papucsát, akkor aztán magyarázgathatom a zsaruknak, hogy én csak véletlenül jártam erre, gondoltam, benézek hozzá egy kis társalgásra. Azok után, hogy történt egy gyilkosság, amelyhez nekem is van már némi közöm, nem akad olyan zsaru, aki ezt bevenné. Szerencsére Emmer Devonport nem akart meghalni, inkább néhány mély levegővétel után tovább mesélt. Szóval, a királynő ült a trónusán, amikor is felhangzott a fanfárok hangja. Minek a hangja? Vágtam értetlen képet. Trombitáké mondta. Különben a fanfár egy fúvós, na szóval, felhangzottak a megnyitó hangjai, aztán egyszerre csak öt elefánt bukkant fel az egyik lépcsőn. Ne kérdezze, hogy hajtották fel őket, biztos az kurat belsejében volt egy olyan út, amelyen át beballaghattak a függőkerbe. És ott megálltak. Ekkor minden szem a királynőre szegeződött. A fiái leginkább. Ő tudta, hogy ki csoda az anyja, és igazán kíváncsi volt rá, hogy milyen csodával rukkol elő ezen a szép napon. Hát hamar meg is tudta. Emmer Devonport, és mét levegő után kapkodott. Bocsánat, csak, bocsánat. Szóval, megszólaltak a kürtök, és az elefántok trombitálni kezdtek, versenyre kelve velük, majd lassan, egymás után mind az öt a lépcső párkányára állt. Egymás mellé. Felemelték az ormányukat, megfordultak, és mintha búcsút intettek volna a vendégseregnek. Búcsút? Hökkentem meg. Képzelje, milyen fenomenális látvány lehetett, amint ott álltak a két hátulsó lábukon, felemelt ormánnyal, trombitálva, mielőtt még a mélybe vetették volna magukat. El tudtam képzelni. És nem is tetszett nekem. Utálom, ha állatokat kínoznak. Már pedig mi egyéb lehetett volna ez az egész, mint állatkínzás. Biztos valamilyen áldozat része. Áldozat az Isteneknek. Ilyesmi. Ha csak nem. Szóval, a mélybe vetették magukat sóhajtottam rosszat sejtve. Erre idomították őket. Nem vetették magukat a mélybe tiltakozott evönpórt. És nem is idomították őket. Nem zuhantak le az ikkuratról, és nem lett belőlük húspogácsa. A helyett, hogy lezuhantak és elpusztultak volna, nem szenvedtek sérüléseket. De miért is szenvedtek volna, amikor lebegve maradtak a levegőben? Érti? Ott lebegtek a nézők előtt, felemelt ormánnyal trombitálva. Na, mit szól hozzá? Mit szólhattam volna? Csak néztem rá, és megpróbáltam kitalálni, hogy komolyan gondolja-e a dolgot. Úgy tűnt, hogy igen. Sóhajtott, és a tárlóra tette a kezét. Sajnos nem maradt ebből az időből semmiféle relikvia ránk, azaz csak egy későbbi valami. Jöjjön, és nézze meg. Oda léptem a tárlóhoz, és belenéztem. Egy sárga és kerek valamit láttam benne, ami leginkább egy sáfránnyal beszórt palacsintára emlékeztetett. Na. Kérdezte. Majd kiesett a szemem a nagy erőlködéstől, de fogalmam sem volt róla, hogy mi lehet az. Aztán, ahogy néztem, lassan vonalak jelentek meg a felületén, a vonalak megerősödtek, vastagabbá váltak, majd egy képpé álltak össze. Persze ne gondolja senki, hogy a vonalak mozogtak volna, csupán a szemem kezdett belefáradni a nagy bámulásba. Oda se neki, tovább erőltettem a szemem. A vonalak ekkor már egy képet adtak ki, amely önmagáért beszélt. Már nem is csodálkoztam, amikor egy zikkurat bontakozott ki előttem, amelyet mindenféle növények borítottak. Még a köteleket is jól láttam, amelyeket a felső teraszokról lógattak le, hogy a futónövények beléjük kapaszkodhassanak. Az ikkurat vagy torony templom egyik oldala szabad volt alulról az ötödik teraszt nem borították virágok és növények, ezen ugyanazt a jelenetet láttam, amelyet Emmer Devonport olyan színes szavakkal jelenített meg. Láttam a trónust, amelyen ketten ültek egymás mellett, egy gyerekember és egy nő. Előttük csupán ágyék kötőt viselő férfiak álltak, hosszú rúddal a kezükben. Néhány pillanatig azt hittem, Katonák, de aztán az agyamba villant, hogy valószínűleg rabszolgák, és amit a kezükben tartanak, az nem zászló, nem is fegyver, hanem legyező. Velük hűsítették a trónuson helyett foglaló párost. Önkéntelenül is a nő arcára koncentráltam nem sok sikerrel. Éppen a kritikus helyen sérült volt a lemez, alig valamit lehetett csak kivenni belőle. A trónus körül hullámzó ember tömeg is csodálni való volt, jó néhányuk arcát olyan aprólékosan dolgozta ki a tárgy készítője, hogy bárki felismerhette volna, ha találkozik vele az utcán. Az arcok ugyan különbözők voltak, egyben azonban megegyeztek, valamennyien az ikkurat magasságában lebegő, öt elefánt felé fordultak. Az ifjú a trónon ülve félig felemelte a kezét, mintha meglepődött volna, ám az is lehet, hogy megijedt. Talán még számára is szokatlan lehetett, amit látott. Na, mit szól hozzá? kérdezte elégedetten Emmerdevőn Bámulatos, mondtam, és így is éreztem. Hol szerezte? Mintha meg sem hallotta volna, én meg azon korholtam magam, hogy mi az ördögért kérdezte, milyen ostobaságot. Úgy látom, éppen azt a jelenetet ábrázolja, amiről ön beszélt. Emer Devonport, lehet, hogy nem is hallotta, egyre csak a tárlóba bámult. Olyan merev volt a tekintete, mintha megfagyott volna. Nem tudjuk pontosan, hogy mi ez a valami szólalt meg rövid hallgatás után. Lehet fali kép, rituális tárgy vagy más egyéb. A jelenet önmagáért beszél. Ne kérdezze, hogyan jutottam hozzá, mert még magának sem árulom el. Egyben azonban biztos lehet, nem hamisítvány. Többen is megvizsgálták kiváló szakértők és úgy találták, hogy azt a történetet ábrázolja, amikor Semiramis királynő csodákkal, konkrétan a lebegő elefántokkal kápráztatta el a fia születésnapjára összegyűlt nemeseket. Ez az igazolása annak, hogy ez az ünnepség valóban megtörtént, és így történt meg. Hát, érdekes mondtam, mivel hirtelennyében nem jutott egyéb az eszembe. Minden jel arra mutat, hogy ez az esemény igenis megtörtént. A kérdés az, hogy miképpen. Nos, ön szerint hogyan? Pasz legyintettem. Nem tudok rá válaszolni. Megmondom én magának bökött a tárlóra, de magától is rájön, ha figyelmesebben megnézi. Egyben minden esetre biztosak lehetünk, Semiramis királynő varázsló volt. Képes volt arra, amit én is kutatok. Képes volt befolyásolni a törvényeket. A fizika törvényeire gondolok. Képes volt uralni őket. Képes volt hatni rájuk. mikre volt képes, amelyeket a mi gyarló képzeletünk és felszínes tudásunk lehetetlennek bélyegez. Az ő számára azonban nem volt az. Nyeltem egyet ha így gondolja, akkor gondolja így. Nem kíváncsi rá, hogy hogyan tetszett erre a tudásra. Kérdezte felém fordulva. Őszintén szólva ismét visszaestem korábbi hitetlenségembe, és azt akartam válaszolni, hogy nem vagyok az, minden, amit a sárga fémlemezen látok, a képzelet műve, már pedig az én dolgom nem az, hogy kétes eredetű művészi alkotásokból, levonható következtetésekkel bíbelődjem, hanem hogyha például elrabolnák a kincsét, kellő sikerdiért visszajuttassam hozzá. Hát, mondtam nagy bölcsen. Hát. Nézze csak, mi van a királynő kezében. Jól nézze meg. Néhány pillanat, és már is megtaláltam, amire célzott. Semiramis királynő kezében tényleg volt valami könyv. Találgattam. Azok után, amiket Mr. meloni -tól hallottam, csak ez lehetett. Olyasféle viccentett. Pontosabban szólva, valószínűleg agyaktábla vagy agyakból égetett henger, amelyen látszik valami. Még hozzáírás. Megnéztem mikroszkóp alatt. Néhány ékírásos jel vehető kicsupán belőle. Egy asszirológus fejtette meg nekem. A varázslatok könyve. Ennyi. Varázslatok. Játszottam meg a meghökkentet. Úgy van. Semiramis királynő minden bizonyjal ebből az ékírásos könyvből, vagy nevezzük akárminek, olvasta ki azokat a varázsigéket, amelyek segítettek neki megváltoztatni a fizika törvényeit. A gravitáció, a föld vonzó ereje nem hatott az elefántokra. Semiramis ismerte a titkot, hogyan kell csinálni. Az elefántok lebegtetése volt az a varázslat, amelyet a fia számára meglepetésnek szánt. És, gondolom, el is érte a célját. Egyetlen esetben feltétlenül bólintottam. Meglepettem pillantott rám. Kinek az esetében? Kérdezte. Az enyémben sóhajtottam. 16. Ezután újabb magyarázat következett karon fogott, és lefel sétálgatott velem a tárló között. Már egyik előtt sem álltunk meg úgy gondolhatta, hogy az, amit láttam, vagy meggyőzött, vagy sem nincs értelme tovább mutogatni a kincseit. Azokat a tárgyakat gyűjtöttem itt összeismételte, amelyek azt bizonyítják, hogy amiről beszéltünk, az lehetséges. Az ember képes a saját ereje, Valamint talán kívülálló erők segítségével lehetségessé tenni a lehetetlent. Most pedig nézzen ide. Az éppen előttünk álló tárlóban egy könyv feküdt. Ki volt nyitva, s ahogy végig pillantottam rajta, feltűnt, hogy latin nyelven íródott, fekete tusssal, csak egyetlen szót írtak vörössel, s ez a szó a Semiramis volt. Kései másolat csupán mondta és nem is Szemirámis varázslatairól szól. Csak éppen megemlíti benne, hogy gonosz dolgok azok. Egyébként egy görög nyelvű könyvről másolták. Ebben azt írják, hogy létezik valahol egy irat, az úgynevezett Szemirámis könyve, azoknak az ékírásos tábláknak a másolata, amelyek hajdan Szemirámis birtokában voltak. Aki ezt a könyvet birtokolja, az számíthat mindazokra az erőkre, amelyek segítségével megváltoztathatja a fizika törvényeit. Érti? Szemirámi szvarás könyve tehát létezik. És én mindenáron meg akarom kapni. Na és hol található ez a könyv? Kérdeztem. Nem tudom sóhajtotta. Egyelőre még nem. De hamarosan az enyém lesz. És tudja, ki fogja megszerezni nekem. Tudtam vagy legalábbis sejtettem, kire céloz. Napokkal ezelőtt alaposan áttanulmányoztam az ön pályáját, és arra a megállapításra jutottam, hogy ön az én emberem. Maga képes megtalálni azt a könyvet. Ha már az Istenek hozzám irányították. Emmer Devonport, ön nem tudja, hogy mit beszél. Tört ki belőlem. Még jó, hogy nem azt óhajtja, hogy keressem meg a hét törpét vagy egy mesebeli óriást, hívjam ide őket, hogy csodákat tegyenek magának. Ez egyszerűen nevetséges. Devonport elmosolyodott. Számítottam rá, hogy ez lesz a reakciója. Olyan összeget kínálok önnek, amitől eláll a lélegzete, ha kimondom. De hát értse meg, ember vettem le végleg a féket a nyelvemről, ez egy méz. Egy kitalált történet. Hogy Semiramis királynő létezette egyáltalán, még az sem biztos. Ha a történészek bizonytalanok benne, akkor én miért lennék biztos? Ha sok van valamiből, akkor az néha olyan, mintha egy sem lenne. Maga egy fantomot kerget, Emmerdevönpolt. Valamit, ami nem létezik, és nem is létezhet. Vannak törvények, amelyeket nem lehet áthágni. Ilyenek a természet törvényei is. Igazán. Kérdeztem mosolyogva. Akkor majd, ha kimentünk innen, mutatok magának egy új szákcikket. Egy neves, szubatomi részecskékkel foglalkozó tudományos társaság értesítője. Tudja, mi áll benne? Az, hogy egyes elemi részecskék olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy egy időben, egyszerre két helyen is tartózkodhatnak. Na, akkor mi is van ezekkel a természeti törvényekkel? És mégis hogy gondolja? Utazzak Mezopotámiába, amely most már nem is létezik, vegyek Bagdadban egy ásót, és kezdjek ásni valahol, hát ha egyszer csak megtalálom a keresett könyvet. De hogy is mondta nagyon komoly hangon. Nem volt benne fenyegetés, hogy mi minden történhet velem, ha nem vállalom a feladatot, nem volt benne kérés, Könyörgés vagy egyéb emberi reakció. Nem volt benne semmi érzelem. Csupán egy megváltoztathatatlan tény volt. A varázslatok könyvének egy példánya itt van a közelünkben. Ezt maga honnan tudja? Nevettem el magam. Tudom. Valakinek a birtokában van. Tudja, kiében. Tudom, bólintott. Vagy legalábbis sejtem. És, ki az illető? nem egyetlen ember mondta. Egy csoport inkább, akik, alantas célokra használják fel a régen élt mágusok tudását. Cirkuszi mutatványokká aljasították őket. Bűvészek szórakoztatják velük a szenzációra éhes közönséget, megszentségtelenítve a varázsló királynő emlékét. Magának körül kell néznie a bűvészek között, kitalálni, hogy kinél lehet a könyv, és idehozni hozzám. Bármi áron! És ezt gyorsan kell megtennie. Nyitottam volna a számat, hogy ellenkezzek vele, vagy hogy több információt is megtudjak erről a fantomkönyvről, amikor hirtelen elsápadt, és az egyik tárló oldalának támaszkodott. Bocsásson meg, azt hiszem, pihennem kell egy kicsit legyen a vendégem még egy napig, ez alatt elbeszélgethetünk egyébről is, nem csak a varázslatról és Szemirámisz királynőről. Inkább hazamennék sóhajtottam. És így is tettem. 17. Nem mindennapi meglepetés várt rám az irodámban. Az első pillanatokban azt hittem, hogy rossz helyen járok, csak éppen csodálkoztam egy kicsit, hogy másnak is éppen olyan furcsa ízlése van, mint M.S. Mabelnek. A falon ugyanis, ahol két nappal ezelőtt még egy lefejezett ember monumentális képe függött, most valami mást láttam. Ez is festmény volt, ez is monumentális, talán még monumentálisabb is, mint a korábbi, csak hogy ez nem lefejezett embert ábrázolt. De nem ám. Ha most erre azt hinné valaki, hogy szép, virágos rétett vagy egy félmeztelen szüzet ezt csak tréfából mondom, nagyot tévedne. A kép ugyanis akasztásról szólt. Képzeletbeli középpontjában egy akasztófa állt, a megfelelő állványzattal. A jelenet azokat a pillanatokat ábrázolta, amikor a delikvenzonnek már átfutta a szél a telpe alatt. Kicsit ferde volt a teste, ami azt volt hivatott közölni velünk, hogy még himbálódzik egy kicsit, mielőtt felkiáltó jellé dermedne. Őszintén mondom, megszédültem egy kicsit. A festmény olyan életű volt, hogy úgy éreztem magam, mintha valóban egy igazi akasztófa előtt állnék. Tetszik. Kérdezte egy hang a hátam mögül. Megfordultam. Természetesen Miss mélyből állt mögöttem, csípőre tett kézzel. Ez micsoda? Bögtem a képre. Ez. Kérdezte. Egy kép. Mi egyéb lenne? És hogyan, miért? Továbbra is csípőre tett kézzel nézte a képet. Még a fejét is oldalra fordította. Ahogy mondani szokás, úgy bámult rá, mint a lóda piros kukoricára. Kicseréltettem mondta. Természetesen a maga autólagos engedélyével. De miért? Tulajdonképpen azt kellett volna mondanom, hogy jól tette, sőt, akkor tette volna még jobban, ha egyáltalán nem is hoz másikat a gubilotineos helyébe, de azért ezt nem mertem megkockáztatni. Túl hajkus volt, mondta. Elavult. Nem hozta a lényeget. Ezt meg, hogy érti. Nyögtem. Na akkor figyeljen ide kezdte. Be kell vallanom, hogy tévedtem már mint a lefejezett pasassal kapcsolatban. Mert miért is akaszt az ember képet a falára? Vagy erről már váltottunk szót korábban is. Jó, akkor kiegészíteném azzal, hogy a képnek valamilyen érzelmet kell gerjesztenie abban, aki nézi. Remélem, ebben egyet ért velem. Annyi erőm sem volt, hogy rábólincsak. Ezt a néma és mozdulatlan hallgatást aztán igennek vehette, mert elégedetten folytatta. Tehát ha valaki bejön ide, leül, és körülnéz, mit lát a falon? Képet, amely érzelmet gerjeszt benne. És ha arra a guillotineos képre nézett volna, mire gondolt volna? Arra, hogy milyen szar dolog is lehetett abban a korban élni, amikor csak úgy, hip-hop, könnyedén lekapták az ember fejét. És még mire gondolhatott volna? Arra, hogy milyen jó, hogy itt vagyok, és itt van ez a magánzsarú ügyvéd, aki majd rendbe hozza a dolgaimat, nyugodtan bűnözhetek tovább. Ezért úgy gondoltam, hogy ezzel aztán félre is menne a dolog. Az a fejlevágás nem félelmet gerjeszt, hanem megnyugvást. Hogy minden oké, okay, semmi baj, nem kell becsinálni. Éreztem, hogy lassan üvegesedni kezd a szemem. Úgy láttam, mintha az akasztott ember himbálózni kezdene a falon, és talán még rám is kacsintott. Na már most folytatta tovább az ilyen képnek, mint mondottam, az a funkciója, hogy félelmet keltsen. Hogy azt mondja, aki látja, a fene vigye el, jól megjárta ez a szerencsétlen, én is jobban tenném, ha felhagynék a bűnözéssel. Tisztára pedagógia, nem? Érti? Nem mondtam őszintén. Nem értem. Nincs ezen semmi nem érteni való mordult fel. Nézzük csak ezt az akasztott embert. Akasztanak még manapság Amerikában. De hogy akasztanak? Tiltakoztam. De nemrég még akasztottak. Ezért az a valaki, aki belép ide, nem a történelmet érzi a képben, amely már nem jelent veszélyt rá, hanem a valóságot. A közelmúlt még nagyon a jelen mellett találtatik. Aki az akasztott emberre néz, egyből arra gondol, hogy a fene vigye el, engem is becsukhatnak, sőt halára is ítélhetnek. Ezért jobb, ha valamit tisztességes mesterség után nézek. A levágott fej nem kelti a félelem érzetét, az akasztott ember viszont igen. A legjobb persze az lett volna, ha olyan képet teszek a falra kifejezetten a maga érdekében persze, amin valakit éppen méreginjekcióval végeznek ki. Csak két dolog miatt nem tudtam olyat választani. Tudja, mi az a két dolog. Fogalmam sincs róla nyögtem. Azért, mert számolni kezdett az ujjain egy, nem találtam olyan képet. Kettő, ha találtam volna is, nem keltett volna rémületet. Akár azt is hihette volna a jövendő ügyfél, hogy valakit éppen influenző ellen oltanak be. Így aztán maradt ez az akasztott ember. Kissé drágább volt, mint az a másik. De megérte. És tudja még, mi az érdekes benne. Már nyögni sem tudtam. Csak néztem meretten a képre, mintha megbabonáztak volna. Az akasztott ember úgy hintázott előttem, mint egy fali óra ingája. Attól tartottam, hogy ha még sokáig bámulom, előbb-utóbb kakukkolni kezd. Egy fickó, egy festő festette mondta ellentmondást nem tűrő hangon Miss, mélyből. A képeket általában, festők festik revegtem. Mondja maga. Gőze sincs róla, mi, hogy manapság már a legdrágább mázolmányokat majmok készítik. Csak ülnek a seggükön, és festenek a kezükkel néha a farkukkal is besegítenek. Sorba állnak értük a galériák. Maga még sose próbált festeni. Még, soha. Akkor ebben hasonlítunk egymásra. De visszatérve a képfestőjére, képzelje, a sitten festette. Jó, mi? És, miért? Hogy miért került sitre? Mert kinyifantotta a feleségét. Különben mesterember volt, csak a börtönben kezdett festeni. Valami gyógyterápia volt ott, vagy mi a franc. Szóval, a fickó cukrász volt, mint sikerült megtudnom. A felesége megcsalta, erre a cukrász begerjedt, elkapta az asszonyt, és belenyomta a fejét egy üst forró csokoládéba. Emiatt aztán ki kellett önteni az egészet, pedig belga csokoládé volt, az meg köztudottan a legdrágább fajta. Szóval, ezért került börtönbe a fickó. Ott kezdett el festeni, és összesen tíz képet festett. Ez a tizedik, ezután pedig meghalt. Ne kérdezze, úgy is elmondom, meggyilkolták oda bent. És hogyan? Kanállal. Mielőtt megvettem volna a képet, beszéltem a galéria igazgatójával, ő meg a börtön igazgatójától tudja, amit tud bizony egy kanállal nyírták ki. Miért, kanállal? Miért, miért? Mert nem volt odabent géppisztoly, hogy azt használhatták volna. Valaki nagyon berágott rá, mivel irigyelte, hogy a cukrász tud festeni, ő megszart sem tud, ezért aztán lopott az étkezőből egy kanalat, hegyesre csiszolta a nyelét a cellája rácsán, és amikor már megfelelőnek találta, oda settenkedett a festőhöz az ebédlőben, és beleszúrta a nyakába a kanálnyelét. És még jól meg is forgatta benne. Szóval, ez a története ennek a képnek. Hát nem bájos. Különben meg ne nézzen így rám, inkább belismerést érdemelnék. Tudja, hány olyan kép van a világon, a nagy múzeumokban is, amelyekről fogalma sincs senkinek, hogy ki festette, vagy hogy az festette -e, akiről azt hiszik. A tudósok már több évszázada próbálják kideríteni egyes festők személyét, nekem viszont egy délután alatt sikerült, pedig még csak diplomám sincs. Na hát, csak ennyit akartam mondani. Különben aláírtam a maga nevében négy szerződést. Ekkor már az ájulás környékezett. Lehet, hogy ez be is következett volna, csak éppen nem mertem elájulni. Ha elájulok, ki tudja, mi következik, gondoltam. Lehet, hogy már van is egy csiszolt nyelű kanala, amelyet, ha nem tetszik neki a véleményem, elegáns mozdulattal a fülembe szúr. Ezért hát nem elájulni, Johnny, nem elájulni. Milyen szerződések? A hirdetésre jöttek néhányan. Milyen hirdetésre? nem említettem volna még. Nos, utálok unatkozni, ezért aztán szabad időmben készítettem egy plakátot magáról. Ró, lem. Illetve az irodájáról. Rápingáltam, persze csak vízfestékkel, hogy John C. Langvai, a legjobb magánzsaru hetet hét országban, mindenkit képes megtalálni, aki elveszett, minden gazembert leleplez, az igazság bajnoka, és a többi. Minden marhaságot ráír az ember az ilyen hirdetésre, aminek a fele sem igaz. Aztán megbíztam egy fiút, itt tólálkodott a környéken, sildes sapkában, és olyan ártatlan szemmel. A legveszélyesebb zsebéti olvaj a városban tértem rövid időre magamhoz. Lehet, de azért megcsinálta, amit mondtam. Jut eszembe, ezért tíz dollárral jön még nekem. Szóval, a srácból szendvicsember lett, és egy órai munkabéréért, azaz 10 dollárért szereztem magának négy klienst. Egyik jobb, mint a másik. Az egyik azt szeretné, ha megfigyelné a feleségét. Aztán mivel magáról azt tartják, hogy a legjobb ügyvéd a magánzsaruk között, és a legjobb zsaru az ügyvédek között. Szóval ez történt, amíg maga távol volt. Végül is, hol a fenében kódorgott. Kitérő választ akartam adni, de úgy nézett rám, hogy kénytelen voltam bevallani neki az igazságot. Emmer Davenportnál mondtam, és úgy éreztem, mintha már könnyebben venném a levegőt. Tudja, ki ő? Az a mániákus műgyűjtő. Az. Mi dolga van magának vele? Annyit mondok csak, hogy vigyázzon, mert Louis mesélt nekem róla egy történetet. Ki az a? Louis. Az egyik barátnőm, neki viszont az unoka Huga mesélte, amit most továbbadok magának. De aztán kász róla másoknak, oké. Okay. Nem szeretném, ha a barátnőmet plegykafészeknek tartanák. Na, a történet úgy szól, hogy volt valaki a barátnőm ismerettségi körében, aki szintúgy műgyűjtő volt. Egyszer csak a kezébe került egy középkori mágus kesztyűje. Már elfelejtettem a fickó nevét, de akkoriban minden királynak volt egy jövendőmondója vagy varázslója, vagy ki a franc, aki egyre ott sündörgött a trónja körül, és jósolt neki. Hogy mikor lesz eső, mit fog szülni a felesége, fiúte, vagy lányt, hogy mikor kell háborút indítani, ilyesmi. Szóval, a királynak volt egy ilyen embere, neki pedig volt egy pár kesztyűje, amelybe belehímeztette a monogramját. Ez a kesztyű állítólag varázserővel bírt, mivel a varázserő, amelynek a varázsló a birtokában volt, valahogy beleszivárgott a kesztyű szövetébe. Később a varázslót vízbe ölték, de ez már messzire vezetne. Szóval, ez a kesztyű valahogy az utókorra maradt, majd kézen közön Emmer Devenport, tulajdonába ment át. Megvette anélkül, hogy a világ tudott volna erről, bár őszintén szólva nem hiszem, hogy a világ jelenlegi állapotában különösképpen érdeklődne a varázskesztyűk iránt. Nos, képzelje, mi történt? Nem sokkal ezelőtt egy börtönben mert az igazi nagy dolgok manapság nem a parlamentekben, hanem a börtönökben történnek egy haldokló fegyenc meggyónta a látogató papnak, hogy ő maga hamisította a kesztyűt, amelyért a maga Davenportja egy zsák pénzt fizetett. Haldokló fegyenc. Csak nem őt is. Dehogy nem. Csak őt nem kanállal nyírták ki, hanem megfojtották. E szerint a pap, megszegte a gyónási titkot. Szörnyülködtem. Egy nagy francot. Mint később kiderült, hogy az a pap, akinek meggyónta a titkot, nem is igazi pap volt. Az igazi papot út közben leütötték, és valaki az ő képében ment be a börtönbe, az ő papírjaival. Érti? Később aztán átküldték a csalót a más világra nyaralni. Mindenki biztos volt benne, hogy Emmer Devonport, keze van a dologban. Bosszú a hamis áru miatt. Bizonyíték persze nem akadt ellene egy szál sem. Csak álltam a kép előtt megdermedve, és nem tudtam, mit mondjak. A képen az akasztott ember már nem ingadozott, inkább mintha kiröhögött volna. Volt is oka rá, nem vitás. 18. A férfi elegáns volt, talán túlságosan is az. Emellett olyan bánatos volt a képe, mintha elveszítette volna a bankkártyáját. Persze, hamar kiderült, hogy egyáltalán nem erről van szó. Körülnézett a szobámban, és sokat sejtetően elhúzta a száját. Biztos, hogy jó helyen járok? Kérdezte olyan irritáló orhangon, hogy egyből az egekbe szökkent tőle a vérnyomásom. Vissza is akartam vágni valamivel, de Miss, mélyből megelőzött. A legjobb helyen, uram. A férfi előbb rajta járatta egy kicsit a szemét, aztán átváltott rám. Gondolom, ön Mr. Langvéi. Meg akartam kérdezni tőle, hogy vajon miből találta ki, de erőt vettem magamon, és veszteg maradtam. Én vagyok, mondtam. Nem valami barátságos az irodája járatta körbe a szemét. Volt nála egy rövid tabot féle, amolyan ki tudja, mire való, és kinyújtott karral végighúzta a falon. Nos, az a helyzet, Mr. Lengvéri, hogy tanácsot vagy segítséget kérnék magától. Nem is tudom, hogy melyikről lehet inkább szó. Az a kis fickó az utcán meggyőzött róla, hogy maga a város legzseniálisabb magánzsarúja. Ez igaz. Kötelező szerénységem tiltja, hogy igent mondjak, mosolyogtam. Akkor nem értem, hogy miért az utcán reklámoztatja magát egy szendvicsemberrel. De végül is ez a maga dolga. Kissé azért utána érdeklődtem magának, és mások is dicsérték. Maga nem csak magánzsarú, hanem ügyvéd is, igaz. Helyjel közzel bólintottam. Önnek melyikre lenne inkább szüksége? Azt majd maga eldönti, mondta. A hölgy önhöz tartozik. Úgy értem, hivatalosan is. Különben Robb bőrvűd, vagyok. A hölgy az izém, titkárnőm, mondtam. Előtte nyugodtan beszélhet. Kérem, foglaljon helyet nálunk. Mr. Bördvüd, helyet foglalt. A pálca, amit a kezében tartott, ebben a pillanatban eltűnt a szemem elől. Az egyik minutumban még a markában volt, a másikban pedig már nem láttam sehol. Mr. Bördvüd szemében mintha vidám szikrák villogtak volna. A botomat keresi. Kérdezte. Varázsbot. Eltűnt. Maga valami bűvész. Hökkentem meg. Lassan már kezdett tele lenni a hócipőm a mágusokkal, bűvészekkel. Az vagyok, mondta. Nem hallott még rólam. Bőrdvűd, a mágusok mágusa. Semmi baj, nem kell szégyelnie magát, az intelligensebbje azért hallott. Nos, rövidre szabva a mondandómat, szeretném önt megbízni valamivel. Nevezetesen, meg kellene találnia valamit. Értem, mondtam. Várjon egy pillanatra, csak kiveszem a fiókból a jegyzett tömbömet. Az íróasztalomhoz ugrottam, kihúztam a fiókját, de nem volt benne semmi. Ekkor jutott eszembe, hogy már jó egy hete készülök rá, hogy vegyek magamnak egy új jegyzettömböt a betelt helyére, és ha jól emlékszem, Rózté meg is bíztam vele, csak ő éppen csomagolt, így elmaradt a vásárlás. Kiegyenesedtem, és éppen mentegetőzni kezdtem volna, amikor Miss Mabel hal kiskattanás kíséretében kinyitotta a retiküljét amely legalább olyan rejtélyes módon került a kezébe, mint ahogy a sétapálca eltűnt Mr. Bölvüd markából. Megköszörülte a torkát, majd felém mutatott egy vadi új jegyzettömböt. Bocsánat, uram, ez volt a legelegánsabb, ami csak a papírboltban kapható. Elvettem tőle. Majd olyan laza mozdulattal, ahogy csak tellett tőlem, felnyitottam az első oldalon. Aztán gyorsan lapoztam is egyet. A kezdő oldalon ugyanis egy figyelmeztető sort láttam vastag fekete félcel odapingálva, bajban van, emelt honorárium. Úgy éreztem, hogy Miss, mélyből, mellett nem rúgok labdába. Ha ez így megy tovább, néhány nap múlva már én viszem a kutyáját sétálni. Ja, hogy nincs kutyája. Hát majd azt is velem veteti meg. Nos, Mr. Lengvéjé, az a helyzet, hogy első menetben azt kellene kinyomoznia, hogy ki az ördög jár a nyomomban. Tehát követik önt. Kérdeztem. Minden kétséget kizáróan. És hogyan? Úgy, hogy utánam jönnek. Úgy értem, hogy gyalog, autóban. Bárhol. Miből jött rá, hogy követik? A férfi széttárta a karját. Nem is rejtegeti a dolgot. Meg sem próbál úgy tenni, mintha nem követne. Mintha csak véletlenül járna a hátam mögött. Ugyanaz a férfi. Ugyanaz. Egy olyan furcsa frizurás fickó. Viccesre van nyírva a haja. Úgy néz ki, mint egy gomba. Nem kérdezte meg tőle, hogy mit akar magától. De. Megkérdeztem. Mi és mit válaszolt? Semmit. Hogy hogy semmit. Csak mutogatott. Úgy érti, hogy obszkén jeleket. Nem úgy értem. A fülére mutogatott, hogy sűket. Nem tud válaszolni, mert nem érti, hogy mit kérdezek tőle. És maga. Megragadtam, és el akartam lökni, vagy elkapni a grabancát, vagy hasonlót. Akár odacipelni egy rendőrhöz, de hát az az igazság, hogy nem tudhattam kicsoda. Egy szerencsétlen félnótást mégsem vádolhatok meg csak úgy. Hin konkrétan mikor történt ez? Cirka egy hete. És azóta. A nyomomban jár. És mutogat. Megkönnyebbülve felsóhajtottam. Bármit is írt fel a jegyzett tömböm első lapjára, Miss, miből, akár mekkora is a honorárium égérete, mutogatósokkal nem foglalkozom. Sajnos nem fog menni, mondtam csendes fejrázás közepette. Amiről ön beszél, az a zaklatás kategóriájába tartozik. Az pedig nem az én asztalom, ahogy mondani szokás. Mr. Birdwood, kezében ekkor ismét felbukkant a pálca. Az a fickó a fülén kívül egy bábut is mutogat nekem. Mit? Hökkentem meg. Egy bábut! Rongy, A mai napon egyenesen az orrom alátolta. A bábut! Hát mi a francról beszéltem eddig, mit gondol? Persze, hogy a bábut! Na és, milyen volt? A bábura gondol! Hát éppen ez az! Éppen ezért fordultam Önhöz hogy milyen volt a bábú. Nem vagyok valami beszari alak, de ez azért már végképp nem tetszik nekem. Az a bábú, ugyanis én magam voltam. Úgy éreztem, mintha melbelögtek volna. Maga. Ezt meg honnan veszi? Onnan felelte, hogy eleget nézegetem magam borotválkozás közben a tükörben. Annak a bábunak az arca az én arcom volt. Na, ekkorra már megelégeltem a dolgot, és intettem az éppen a közelemben ácsorgó biztonsági őrnek, mert egy áruházban történt a dolog, ám amikorra az őr odaérkezett hozzám, a fickónak már nyoma veszett. Az őr ezután elment, a fickó viszont visszajött. És, sajnos, ami ezután történt, hát az egyáltalán nem volt kellemes. Zaklatom kezében ismét ott voltam, azaz a bábuk. És, hát elég félelmetes volt, mit mondjak? Amennyiben. Hát, annak a bábunak, aki én voltam, össze volt kötve a két keze és a két lába. Jobban mondva, nem is úgy egyszerűen csak összekötve, hanem kék színű szigetelő szalag volt körültekerve a csuklóján és a bokáján. Maga mit olvasott volna ki ebből? Mondtam már önnek, hogy nem vagyok beszari alak, de ez azért kicsit megrágta a lelkemet. Hát, nem semmi mondtam óvatosan. Azután hazamentem. A ricben bérelek lakosztályt. Van néhány fellépésem a városban, ezért egyelőre ott lakom. Nos, amint mondottam is, hazamentem, kinyitottam a szobám ajtaját, bementem, majd tovább a fürdőszobába, és mit láttam ott? Nagyot nyelt, és a kézfejével megtörölgette verejtékező homlokát. Megint csak saját magamat. Már ahogy beléptem, feltűnt, hogy tele van a kád vízzel, s ahogy közelebb mentem hozzá, egyből láttam, hogy úszik a víz felszínén valami. Mit gondol, micsoda? A bábú. Kérdeztem. Ördöge van viccentett elismerően. Tényleg az volt. Ott úszott a bábú a vízben, kezelába összeszalagozva, és ráadásul mi volt a nyakán. Egy kötél. Bár az teljesen feleslegesnek tűnt. Úgy értem, hogy ha össze volt kötözve kezelába, amúgy is megfulladt volna, ha vízbe hajítják. Szóval, én voltam az, nem is vitás. Maga milyen következtetést vont volna le mindezekből. Alig hanem azt, amit ön sóhajtottam de ez még nem volt elég. Képzelje, nem csak a vízben úszott egy bábú az az én, hanem a kád szélén is ült egy. Úgy nézett ki, mint egy egyiptomi uralkodónő. Ami ennek elképzelik. De ez nem egyiptomi volt, de nem ám. Mezopotámiai. Egy mezopotámiai királynő bábúja ült a kádam szélén. Ezt kapja ki. Miből gondolja, hogy az a bábú mezopotámiai királynő volt. Kérdeztem a fejemet csóválva. Olyan gyakran találkozik talán mezopotámiai királynőkkel. Én igen feleltem Mr. Birdwood, ezzel nem kis meglepetést okozva nekem. Én aztán tudom, hogy milyen egy ilyen csaj. Tudja, honnan. Onnan, hogy egyszer, valamikor, néhány évvel ezelőtt volt egy nagy számunk. Akkoriban is a shovbusinezben dolgoztam, és még vegasban is gyakran megfordultunk. Volt egy rendezőnk, Emmer Ön, ő rendezett néhány Csillivillis shovté, amelyben én is szerepeltem. Természetesen, mint bűvész. Erősen figyeltem, mert éreztem, hogy előbb-utóbb ismét elő fog bukkanni valahonnan a botja, vagy a kabátja ujjából, vagy a nadrágja szárából, akárhonnan. És elő is bukkant. És honnan? Nos, nem a nadrágja szárából, nem is a kabátja ujjából, hanem a füle mögül húzta ki. Nem fűzött hozzá megjegyzést, mintha természetesnek vette volna, hogy a füle mögött parkoltatja a sétabotját. Szóval folytatta, az volt a lényege a dolognak, hogy felépítettünk, pontosabban szólva a díszletesek építettek fel egy lépcsős templomot, izét, már elfelejtettem a nevét. Zikkurat segítettem ki. Az, az örvendezett, és egyetlen pillanat alatt eltüntette a botját. Zikkurat. Esküszöm, ha nem mondja, soha nem jutott volna az eszembe. Az ember agya már csak olyan, mint a lyukas fenekű személygyűjtő tartály, ha egyszer belehajítasz valamit, lehet, hogy soha többé nem leszel képes kikukázni belőle. Na de folytatva a dolgot, az a lényeg, hogy valamelyik okostoljása astában írt egy beteg forgatókönyvet, amely arról szólt, hogy volt egy mezopotámiai babiloni vagy asszír, a fene se tudja már, milyen királynő, aki beleszeretett egy alacsony származású legénybe. Annyira alacsony származású volt a fickó, hogy még a latrinapucolóknak is előre köszönt. A királynő jártában keltében valahogy megpillantotta a srácot, az őt, és úgy egymásba szerettek, hogy csakna. na. Röhögnöm kellett az egészen, mert szerintem akkoriban sem történt meg, mint ahogy mostanában sem szokott, hogy a királynők rongyos bélybe bolonduljanak bele. Maga hallott már ilyenről. Nem igen mondtam türelmesen. Na, szóval ez a történet, és ebben a vacakban szerepelt egy mágus is, egy rossz kinézetű, beteg lelkű fickó, aki mindegyre keresztbe tette a lábát a fiatalok boldogsága előtt. Na, ezt a szarjancsit alakítottam én. Nem voltam túl lelkes tőle, de hát ez is csak egy munka, valakinek el kellett végezni, nem igaz? De, az bólintottam. Ilyen kontextusban kellett bemutatnom a mutatványaimat, amelyek, és most nem fényezem magam, de elsőrangúak voltak. Csak éppen sokat levont a sikeremből, hogy egy genyládát alakítottam, már pedig ki tud azonosulni egy genyládával, nem igaz? Mond valamit bólintottam. Ráadásul még gyilkos is voltam. Na fene. És kit ölt meg? A csajt. Akarom mondani, a királynőt. A francba is, de hogy. Még csak az kellett volna. Ha így lett volna, az a sok baromacú nézőkorbáccsal vagy lefűrészelt csövű puskával hajtott volna kivegasból. A boldog férjet öltem meg. Na és hogyan? Kérdeztem. Tényleg kíváncsi voltam rá. Kígyóval. Mivel? Kígyóval. Maga egy kígyóval nyírta ki a fickót. Erre ilyetten ugrott egyetültében. Nehogy már elhiggye maga is, és a végén még gyilkossággal vádoljon meg. Olvasta a Bibliát? Nem. Részben mondtam. Ez a rész úgy nagyjából három oldalnyi volt. 25 év alatt ennyire jutottam benne. Ahogy kimondtam, már el is szégyeltem magam. Gyorsan el is határoztam, hogy sürgősen pótolom az elmulasztottakat. Amint lesz egy kis időm, tettem aztán hozzá magamban óvatosan. Szóval, az úgy történt, hogy volt, ugye, a botom nem ez itt, hanem egy sokkal nagyobb, és azzal jártam, mint a püspökök a pásztorbottal. Kipkop, kipkop. Csak hogy az a bátfránya egy volt, igazi varázsbot. A pálta ismét megjelent a kezében. És én ismét csak elszalasztottam a kellő pillanatot, hogy megleseszem, hogyan varázsolja mindegyre elő. Ott, abban a királyi udvarban az volt a szokás, hogy aki a királynőhöz közeledett, azt megmotozták. Egyszer ugyanis valaki, valami dadus vagy ki a franc, azt álmodta, hogy a királynő férjét vagy vőlegényét megmarja egy kígyó, és bele fog halni, a királynő pedig özvetségre jut. Ezért volt szükség a motozásra, nehogy valaki becsempészhessen a szerelmes párhoz egy kígyót, és akkor nekik annyi. Történt pedig, hogy a szegény legényi és a királynő éppen egymás ajtáról ették a cseresznyét, amikor is bementem hozzájuk a botommal, persze már kikutatva. Bementem, mintha valami fontos dolgot akarnék közölni velük, akkor aztán az történt, mint Mózes és a tesója esetében, a nevét már elfelejtettem, tudja, a Bibliában, a botom kígyóvá változott, és megmarta a legényt. Amit őszintén szólva nem is bántam, mert az a rohadék, aki alakította, az előző este nyerte el száz dolláromat pókeren, és mint kiderült, csata disznó. De visszatérve a kígyóra, szóval, a botom megelevenedett és kígyóvá változott, a kígyó megmarta a legényt, az pedig vonaglott vagy öt percig a színpadon. És akkor jött a csattanó. Várjon csak, most nem jut eszembe a királynő neve. Szóval ott volt a színpad közepén két hulla, a királynő férje is. Stop. Vágtam közbe, mert szeretek tisztába jönni a dolgokkal. Csak egy hulla volt a színpadon. Kettő javított ki, és felemelt ujjakkal mutatta a kettőt. Kettő. Ki volt a másik? Kérdeztem. Hát én mondta. Én is kinyifantam. Az a tetőjani, mielőtt meghalt volna, Végzett velem. Megfojtott, miközben haldoklott. Ezt a marhaságot. Még mindig ég a pofám, hará gondolok. És képzelje, a végén a tapsot kaptunk, hogy majd leszakadt a mennyezet. De ez csak a végén volt. Még jönnie kellett a happy endel. Szavam ne felejtsem, eszembe jutott a királynő neve. Nos. Kérdeztem kíváncsian. Semiramis mondta. Így hívták. 19. Ez egy kisé megdobogtatta a szívemet. Lehet, hogy belebotlottam valamibe. Csak még azzal nem voltam tisztában, hogy ez jó-e nekem, vagy nem annyira az. Semiramis. Kérdeztem. Ja. Semiramis. Ez volt a csaj neve. De mondom tovább. Volt a stábban egy sminkes, aki csoda dolgokat volt képes összeművészkedni. Az még az ördögből is angyalt minket volna. Ő volt az öltöztető is, plusz a kellékes. Volt valamilyen könyve, telistele a régi idők ruháival, ő készítette el Semiramis ruháját a könyvében található mintő alapján. Na, innen tudom, hogy miképpen öltözködtek akkoriban a királynők. Csupa csicsa volt rajtuk minden, a fejükön meg olyan süvegszerű valamit hortak, hogy csak álmodozik az ember, hogy tudták egyensúlyban tartani. Hol a francban is hagytam abba. Hogy két hulla hevert a színpadon segítettem ki. Ja. Én is ott hevertem, és a fickó is. Engem a kutya sem sajnált, annak ellenére, hogy még holtamban is bemutattam néhány látványos jelenetet. Például ott feküdtem a színpadon, s akkor hirtelen, egy nagy halálordítás után én magam produkáltam, és nem is kellett hangosítás hozzá, hirtelen kiszállt a köpenyem alól egy nagy, fekete varjú, a lelkem, és hangosan károgva elszállt a levegőben. A terem tetején volt egy nagy nyílás, azon átrepült el. Csak maguknak mondom, de pokolian nehéz egy ilyen mutatványt összehozni. A varjúra gondolok elsősorban. Majd minden második alkalommal meglógott a rohadék, és újabb madarat kellett fogni helyette. A végén már meg kellett bíznunk egy gyereket, hogy napra készen szállítsa nekünk a varjakat. Arról már nem is beszélek, még a végén panaszkodásnak vennék, hogy milyen nehéz békén tartani egy varjút egy lebernyeg alatt. Volt olyan szaros madár, amelyik akkorákat csípett belém, hogy legszívesebben kicsavartam volna a nyakát. Csak hát akkor oda lett volna a mutatvány, aki tekert nyakú varjak nemigen tudnak repülni. Szóval, az volt a helyzet, hogy ott hevert a balfék fickó a színpadon, a királynő megkeservesen zokogott mellette. Csínos kis csaj volt már az ő nevére sem emlékszem kis össze volt ugyan, de baromira jól tudott zokogni. Olyannyira, hogy a néző közönség köztülő hölgyek legtöbbje az zsebkendője után kapkodott. Sőt, még a férfiak között is akadtak ilyenek, de azok nagyon részegek voltak. Ekkor megjelent a színpadon egy dadus, és átnyújtotta az okogó királynőnek egy könyvet. Persze nem azért, hogy kiolvasson belőle egy fejezetet, és jót vihogjon rajta, sokkal nemesebb célja volt vele, bár szerintem egy jó nagy röhögés is nemes célt szolgálhat, és ennek a könyvnek a segítségével aztán feltámasztotta a halottat. Gondolták volna. MS-ma belre pillantottam. Mintha könnyeket láttam volna a szemében. Hogyan támasztotta fel? Kérdeztem kíváncsian. Ráolvasod belőle. Emlékszik rá, hogy konkrétan mit? Nem is tudom, miért kérdeztem meg. Néha előfordul, hogy az ember megkérdez valamit, ami nem is igazán érdekli. Valami blablát mondta. Én legalábbis nem értettem semmit belőle. Erre mi történt? A halott szépen elkezdett feltámadni. Mint amikor valaki álmából ébred föl. Előbb csak nyújtózkodott, aztán felkönyökölt, majd fel is állt. A többit már gondolhatják. Úgy egymásnak estek, hogy majd felfalták egymást. Ezután gyorsan lömönt a függöny, mert Vegasban akkoriban nagyon odafigyeltek rá, nehogy valami erkölcstelen dolog történjék a színpadokon maga közelről is látta azt a könyvet. Kérdeztem. Persze, hogy láttam felelte. A kezembe is vettem. Valami ősi cucc lehetett, mert attól tartottam, hogy darabjaira hullik szét a kezemben. Jézusom, mit kaptam volna érte a főnöktől? Mit ért az alatt, hogy ősi könyv volt? Látszott rajta, hogy az, na. Kié volt a könyv? Hát, Őszintén szólva nem tudom. De hogy, babi énem, az biztos. Bébi! A fenébe, hogy kiugrott a számból a neve, mi! Így hívták a lányt, aki szemirámiszt alakította. Nem az övé volt, az túti, mert valahányszor a kezébe vette, utána kirohant a mosdóba, és alaposan kezet mosott. Be volt csinálva, hogy allergiás lesz a könyvtől. Voltak is néha rajta kiütések, mintha úgy emlékeznék. Akkor kié lehetett. Valószínűleg Emmer Varené. Tudja, aki a darabot írta. Biztos. Nem biztos. De lehetett Emmer buffeté is. Az meg ki. A producer. Ő fedezte a költségeket. Fizetett bennünket, és a többi. Most már emlékszem, hogy nála láttam a legtöbbször. Még jó, hogy megkérdezte, mert el kell magának mondanom valamit. Mielőtt elmeséltem volna itt magának azt a vegasi históriát, arról beszéltem, hogy az a bábú, aki Semiramis volt, és ott ült a kádam szélén, és az a bábú, amelyik tulajdonképpen én voltam, a vízben úszott, szikszalaggal összekötözve, nos, akkor azt is észrevettem, hogy a Semiramis bábú tart valamit a kezében. Egy miniatűr valamit. Fogadjunk, hogy nem találja ki, mi volt az? És ha kitalálom? Kérdeztem. Ajándékozok magának egy varázspálcát? Csak nem Samiramis könyvét kérdeztem. Olyan csodálkozva bámult rám, mintha én mutattam volna be valamilyen trükköt neki, nem pedig ő nekünk. Maga aztán valóban nem semmi, hallja-e? Most már csak azt kellene kitalálnia, hogy mi a fenét jelenthet mindez. Miért akarna valaki kinyírni engem? Ma már nyugdíjas bűvész vagyok, szolid mutatványokkal kápráztatom el csupán a nagy érdeműt, nincs semmi közöm a volt kollégáimhoz, jó szerével már a nevüket is elfelejtettem. Vajon ki és mi az ördögöt akarhat tőlem? Meg tudja nekem mondani. Gyanítom bólintottam. Eltátotta a száját, úgy nézett rám. Én megvártam, hogy esetleg most onnan ugorjon elő a sétapálca, de ez azért nem történt meg. Mit? Kérdezte nagyot nyelve. Szemirámisz könyvét feleltem. Huszadik. Olyan üveges szemmel bámult maga elé, hogy már-már azt hittem, ki is szállt belőle a lélek, ha nem is fekete varjú képében. Aztán lassan kezdett magához térni. Mit beszél? Hitetlenkedett. Szemirámisz könyvét. Tőlem. Ki, és miért éppen tőlem? És miért kellene bárkinek is az az öreg könyv? Ha nálam lenne, örömmel odaadnám, illetve jutányos áron eladnám, javította ki saját magát. De, ismétlem, mi a fenéért kellene bárkinek is az a könyv? Csak nem, hogy a fene vigye el, csak nem ő. Csak néztem rá, felhúzott szemöldökkel. Cukermajőr, mondta. Csak nem ő kavar valamit. Ő kicsoda? Kérdeztem. Szakértő mondta. Zsidó. Az a hír járta, hogy valamikor rabbi volt, csak éppen kicsit habókos lett. Állítólag neki kellett megállapítania, hogy az előadásunk hitelese szerintem akkor már nem volt egészen komplett az öreg. Az ő dolga volt szállítani azokat a csodákat is, amelyekből megírták a forgatókönyvet. Ő aztán mesélt is eleget. Olyannyira, hogy néha el kellett kergetnem, mert úgy szóval tartotta a díszletmunkásokat, hogy egész délelőtt egy szeget nem vertek be a deszkákba, csak az öreget hallgatták. És tudja, mit mesélt nekem is egyszer? Hogy a régiek uralkodni tudtak a természeten a csodarabbik különösen. Nagy hatalmú könyveik voltak, tele varázsszavakkal, démonüzőkkel, hasonló nyalánkságokkal. Ő mesélte egyszer, hogy létezik egy olyan könyv, amelyben olyan varázsmondások vannak, hogy el sem hiszi az ember, mivel ellent mondanak a józanésznek. Nincs ezen csodálkozni való vontam meg a vállamat. A varázsmondások általában ellent mondanak a józanésznek. Ez a cukermajőr, Rabbi azért felkeltette az érdeklődésemet. Miket mesélt még Emmer cukermajőr? Kérdeztem. Említette talán Szemirámisz könyvét. Mr. Birdwood, bólintott. Persze, hogy említette. Azt mondta egyszer, mégpedig a fülem hallatára, hogy Szemirámisz könyve a legvarázslatosabb bíromány a világon, ha nem számítjuk ide a tíz parancsolatot, amit Mózes kapott az úrtól. Állítólag benne van a legnagyobb varázslat, ami csak létezik a világ teremtése óta, és nem is lesz nála nagyobb, amíg csak meg nem fújják az angyalok a végítélet trombitáját. És mi lenne az? Kérdeztem kíváncsian. Mr. Birdwood, ekkor meglepetésemre habozni látszott. Mormogott valamit, megtörölgette az orrát egy zsebkendővel, aztán a szemembe mélyeztette a tekintetét. Tényleg tudni akarja? Kérdezte. Hát, ha már itt tartunk, talán jó, ha tudnék róla. Mr. Birdwood megvonta a vállát, és szinte borzongva ejtette ki a szót. A halott télesztés mondta. Itt a vége az erős résznek. A kaland hamarosan folytatódik tovább.